Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, illetve a lehetőséget, hogy ma tarthassuk egy előadást a japán pénztörténetről. Ahogy a cím is mutatja, az ókortól egészen a napjainkig szeretném bemutatni, hogy hogyan is alakultak ki a japán pénzérmék, illetve a papírpénzek, és úgy általában a japán fizetőeszközök. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretnék előadást tartani. Lázár Marianna vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa, a japanológia tanszék adjunktusa, és történelemmel, ókortörténettel, régészettel, természetesen japán régészettel foglalkozom. Úgyhogy ez a témakör mondjuk úgy, hogy kicsit kiesik úgy egyébként a szakterületemből, viszont a pénzérméknek a különböző előkerülési formái, illetve ugye a lelőhelyekről, hogy milyen pénzérmék, illetve papírpénzek kerülnek elő Japánban, azért ilyen szempontból már találkoztam a témával, és a felkérés után ugye lehetőségem volt, hogy egy kicsit jobban utána járjak a témának, és én is nagyon sok mindent tanultam ebből, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy ez a tanulás, amit sikerült nekem is megtennem, illetve a társaságból is szeretném megköszönni, hogy néhány hozzáértő tag segített különböző információkkal, magyarázatokkal, amikkel nem voltam korábban tisztában. Ugye ezekkel az információkkal nagyon sokat segítettek a mai előadásnak, a tartalmának az összerakásához, úgyhogy remélem, hogy ezt a tudásanyagot sikerül ma mindenkinek átadnom, és remélem, hogy élvezni is fogják egy kicsit a japán pénztörténettel való ismerkedést, úgyhogy szerintem kezdjük is el. Szeretném azzal kezdeni, hogy Japánban ugye a 7. század előtti időszakban nem használtak pénzt semmilyen formában fizetőeszközként, és egy picit először ezzel az időszakkal szeretném megismertetni a kedves hallgatóságot, hogy egyáltalán megtudjuk, hogy milyen világ is volt ekkor, nem csak Japánban, hanem úgy általában Kelet-Ázsiában. Ugye ez fontos ahhoz, hogy megismerjük azt az időszakot, ami arra sarkalta Japánt, vagy hát azokat a mozgatórugókat, amik arra sarkalták Japánt, hogy bevezessék az első pénzérméket. Általában el lehet mondani az ókori Kelet-Ázsiáról, mint régióról, hogy Kína volt a legerősebb, legősibb, legcivilizáltabb birodalom a térségben. Tehát azt lehet mondani, hogy egy ilyen Kína központú kelet-ázsiai világrend volt ebben az időszakban, ugye a kelet-ázsiai térségben, és ebben a világrendben Japán a 7. század előtt nem töltött be egy túl jelentős szerepet, Kína szerint legalábbis. Ekkor Japánban még nem létezett egy kialakult központi erős államalakulat, hanem inkább törzsi kisállamok, nemzetségek uralta kisállamok léteztek a ma ismert japán szigeteknek a területén, és ezek a kisállamok általában vagy harcoltak egymással, vagy békében éltek egymással, voltak erősebb kisállamok, voltak gyengébb kisállamok, a hegemon erősebb kisállamok ugye próbálták kiterjeszteni a hatalmi és egyéb jellegű ugye törekvéseiket a térségben, és azt lehet mondani, hogy ezeknek a törzsi kisállamoknak már volt kapcsolata, feltételezhetően ugye a külső államokkal, tehát ez azt jelenti, hogy egyrészt a régió urával, tehát az akkori ókori kínai birodalommal, az elsősorban egyébként a Han dinasztia volt ebben az időszakban, nagyjából az időszámításunk szerinti első századtól már tudjuk forrásokból, írott forrásokból, kínai kronikákból, hogy mind diplomáciai, mind pedig kereskedelmi kapcsolata is volt már Kínával, ugye ezeknek a törzsi kisállamoknak, illetve nem csak Kínával, hanem az akkori ókori korai királyságokkal is már volt hasonló jellegű kapcsolata Japánnak, illetve a japán kisállamoknak. Ettől az időszaktól szintén elmondhatjuk, hogy szintén ugye nagyjából az első évezred, első néhány évszázadától japánok megismerik a fém megmunkálás technikáját, tehát igazából Japánban ezt nevezzük ugye vas, illetve bronzkornak ezt az időszakot, és ebben az időben
Bár ugye készítettek különböző fémmegmunkálással ugye tárgyakat, mint mondjuk vas, illetve bronz tárgyak, amiket vagy ugye a mindennapokban használtak fel, mondjuk földműveléshez, vagy például fegyvereket készítettek belőle, vagy rituális tárgyakat. Tehát sok mindenre felhasználták, de arra nem használták fel, hogy ugye pénzt állítsanak elő mondjuk fémöntéssel ebben az időszakban, mivel ugye ekkor még a kereskedelem, meg úgy egyébként a gazdaság nem volt olyan szinten, hogy egyáltalán pénzforgalomról beszélhessünk. Ebben az időszakban természetesen már létezett nem csak a belföldi, hanem a külföldi kereskedelem is, de ekkor inkább nagy értékkel bíró dolgokkal kereskedtek a japánok, tehát árupénz volt használatban. Az elsősorban a kagylót, a rist és egyéb terményeket jelentette, sóval, haszonállattal, a nemesfémek közül arannyal, ezüsttel kereskedtek, ezen kívül selyemmel, pamuttal, nagyon sok, ugye például vaskovácsolással vagy bronzöntéssel készült ugye eszközökkel, például fegyverekkel kereskedtek, illetve mezőgazdasági eszközökkel is. Ez látható egyébként itt a képen is, ugye nyíl hegyek, illetve különböző, a jobb oldalon aranypor, ezen kívül középen ugye a termény látható. Egy kicsit beszéljünk arról is, hogy ugyanebben az időszakban, ugye mivel Kína volt a domináns nagyhatalom a térségben, hogy ott egyáltalán milyen helyzet volt pénzügyi szempontból, pénzhasználati szempontból. Kínában azt lehet mondani, hogy a legelső öntött bronzérméket időszámításunk előtt 350-től kezdték el készíteni, és ezek az érmék nem is akárhogyan készültek el. Úgy készültek el, hogy ahogy a képeken is látszik, alapvetően az érmének kör alakja volt, és középen volt egy, ugye, egy ilyen négyzet alakú lyuk is, ami hát két okból készülhetett el ezzel a dizájnnal. Ennek van egy praktikus oka, és van egy filozófiai oka is, vagy hát úgymond vallási oka is. A praktikus oka az volt, hogy ugye azáltal, hogy lyukas volt az érmének a közepe, fel lehetett fűzni őket egy fonalra, vagy hát bármilyen ugye fonalszerű dologra, ami ugye tudja a pénzérméket ugye például százassával vagy ezressével ugye csoportosítani, és hát ezáltal a tárolása és a szállítása is egyszerű volt ezeknek a tárgyaknak. Illetve van egy filozófiai aspektusa is ezeknek a pénzérméknek, ugyanis az ókori Kínában úgy gondolták különböző vallásos filozófiák alapján, hogy a kör alakú érme az eget, vagy hát a mennyei birodalmat szimbolizálja. A négyszögletes lyuk a pénzérme közepén, az pedig a földet, azaz a halandó világot ugye szimbolizálta, és a lyuk köré általában a pénzérméken, vagy bal és jobb oldalon csak két írásjegyet, két kínai írásjegyet, vagy pedig az égtájak szerint, ugye észak-dél-kelet-nyugat irányban, ugye a lyuk négy oldalára, ugye négy írásjegyet, kínai írásjegyet írtak fel, jegyeztek fel, véstek fel, és ugye ez pedig magára, az emberi kultúrára, ugye mint írásjegy, az írás kultúrájára, tehát igazából átvitt értelemben mondjuk úgy, hogy az emberre, az emberi kultúrára utalt, és ezáltal egy ilyen pénzdarab, ez magát az eget, a földet, és hát úgymond a halandó embereknek, az emberi kultúrának ezt a harmóniáját, tökéletes harmóniáját hivatott bemutatni, tehát van egy ilyen felfogása is, hogy miért így készültek el maguk a kínai pénzérmék. Az egyik legelső ilyen pénzérme, amit Kínában elkészítettek, ez a Ban Liang érme, ezt itt bal felső sarokban láthatják, itt, és ez a Ban Liang érme, ez többek között Japánban is igen nagy számban előkerült különböző ásatási helyszínekről, öntőformával együtt, de az öntőforma az valószínűleg akkor még egyfajta érdekességként kerülhetett át. Maga a pénz is ugye csak azt mutatja, hogy valószínűleg ugye a Japánban, vagy a Japánban járt kínai követek, vagy pedig a Kínában járt japánok hozhatták ugye magukkal, és ezáltal kerülhettek Japánba, de semmi jel nem utal arra, hogy ezt használták volna a japánok, csak valószínűleg már ismerhették ezeket az érméket. Japánban így nagyjából az időszámításunk szerint mondjuk első-második században. Aztán, ahogy így haladunk előre az időben,
megjelennek a Tang dinasztia első érmei. Például a jobb felső sarokban látható Kaiyuan Tongbao érme, ez a 7. század elején készült, és ugye a Tang Kínában kezdték el használni, vagy hát annak a pénzérméje volt, és ebből is igen nagy számban előkerült ugye Japánban, japán lelőhelyekről nagyon sok pénzérme, és ahogy látják, itt már 4 írásjegyet is tartalmaz az érme, amit hagyományos kínai olvasat szerint ezt ugye úgy kell kiolvasni, hogy bizonyos sorrendje van magának az írásjegyeknek a kiolvasási módjának, és ezáltal kiad általában vagy egy bizonyos jelentést, vagy pedig azt a korszaknak a nevét mondjuk, amikor elkészítették. Tehát volt egy koncepciója annak, hogy egyetem mit írtak az érmére. Ezeket ugye általában megolvasztott forró fémből ugye formákba öntve készítették, ilyen pénzelőállító műhelyekben, és ezek az érmék, amik általában bronz érmék voltak egyébként, ezeket használták főleg úgy nagyjából a 7.-8. századig, aztán később áttértek a rézérmék használatára Kínában, és ilyen érméket, tehát főleg bronzérméket egyébként igen nagy számban megtalálhatunk Japánban is a 7. századig, viszont Japán eredetű érmékről csak a 7. századtól kezdve beszélhetünk. Nézzük meg egy kicsit, hogy egyáltalán hogy alakulhatott ki annak a hagyománya, hogy Japánban pénzérméket ki először ugye készítsenek, majd forgalomba helyezzenek. Azt lehet mondani, hogy Japánban nagyjából a 3. század közepére alakult ki a legelső államalakulat, úgymond igazi államalakulat az ókorban. Ez egy laza törzsi törzsszövetségen alapuló ugye államalakulat volt, és a Yamato királyságnak, itt a Yamato nemzetségnek sikerült legelőször ilyen hatalomra szert tennie a mai ugye Japán szigetek egy részén, akkor még nem akkora volt a királyság, mint a mai ismert Japán, egy kicsit kisebb, de nagyjából ugye a mai Japánnak mondjuk, hogy ugye a 70%-át ez a Yamato királyság uralta, és azt kell tudni erről a Yamato királyságról, hogy a központi vezető hatalom, ugye a Yamato nemzetségnek a feje, az a ma ismert Nara megyének az egyik városában, helyiségében alakította ki a királyi udvarát, és onnan irányították az országot, illetve onnan így fokozatosan kiterjesztve hatalmukat a környező ugye kis államokat is, amiket különböző ugye nemzetségek uraltak, azokat is bazallusi kapcsolatban, de ebbe a törzsszövetségi államalakulatba bevonták, így tudták egyesíteni végül az egész akkori japán királyságot, ugye ezt a Yamato királyságot. Na most ez a Yamato királyság, ez ebben az időben, meg egyébként azóta is azt lehet mondani, hogy ásványkincsekben egy roppant szegény területről beszélhetünk, és nagyon kevés olyan bánya van Japánban, ahonnan ugye nemes fémeket, vagy ugye színes fémeket lehetne kitermelni, viszont vannak, tehát van, csak nagyon kevés. Azt lehet mondani, hogy az írásos források alapján a 6. századtól beszélhetünk arról, hogy ez a Yamato királyság először tudatosan elkezdett ugye ezüstöt, illetve aranyat bányászni, és hát ugye felnyitott több korai bányát, viszont például vasércet azt jellemzően a korai félsziget déli részéről importált, tehát ekkor már egy ilyen aktív kereskedelmi kapcsolat kialakult a régióban. Közben próbálta a Yamato királyság ugye betagozódni ebbe az előbb említett Kína központú ókori kelet-ázsiai világrendbe, és az egyes korai államokon keresztül folyamatosan integrálta a kínai civilizációs elemeket, tehát például a filozófiát, a vallást, a kultúrát, és még nagyon sok minden, például az írásrendszert is ugye ebben az időszakban vette át Japán, és így a pénzt is, mint ugye pénzhasználat kultúráját, hagyományát is ekkor ismerte meg igazán, ekkor érthette meg igazán, és ekkor voltak már meg a feltételek Japánban arra, hogy először ugye
hát ugye pénzt használjanak a bizonyos ugye célokra. 645-ben kínai mintára egy szigorúan szervezett államot hoztak létre ebből a Jamato királyságból, és ez a szigorúan szervezett állam, ez folyamatosan ugye megalakulásától kezdve gyakorlatilag próbálta követni a kínai mintát az élet minden területén, ugye főleg itt most elsősorban az arisztokráciáról beszélhetünk, és nagyon sok olyan dolgot vettek át ezekben a reform időszakokban, így a 7. század végén, vagy a 7. század második felében, ami ugye valamilyen módon a pénzügyi rendszert, a gazdaságot is ugye modellezni próbálta, és ez volt az az időszak, amikor először megjelent az az igény arra, a japán ugye császári családban, illetve az arisztokrácia körében, hogy egy szabványos méretű és összetételű fémpénzet elkészítsenek azért, hogy ugye ez legyen Japán első pénze. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezt nem azért, tehát nem azért akarták készíteni, hogy az egész országban akkor egységes nemzeti valutaként működjön, ugyanis ebben az időben még az adókat természetben ugye fizették, a természetben szedték be, tehát azt lehet mondani, hogy például rizst, illetve sót, sejmet, pamutot, ugye, tehát ezek az anyagok voltak, vagy ezek a dolgok voltak azok, amik állandó fizetőeszközök voltak így a mindennapokban, viszont az arisztokrácia szempontjából, ugye az uralkodói, ugye kincstári szempontból a császári udvarnak a mindennapi életét, tehát a külkereskedelem miatt mindenképpen megjelent az igény arra, hogy egy ilyen állandó nemzeti ugye pénz kialakulhasson. És akkor nézzük meg, hogy milyen bizonyítékok vannak arra, hogy Japánban, már ténylegesen Japánban ilyen ugye fémöntéssel készült pénzérmék készüljenek. Az első pénzérméket az úgynevezett Asuka-korban készítették, pénzöntő műhelyekben. Ez a 6. század és a 8. század eleje közti időszak egyébként. A legelső pénzérme, amiről tudomásunk van, legalábbis a jelenlegi álláspont, illetve történeti régészeti eredmények alapján, az, hogy a legelső pénzérme egy ezüstérme volt, aminek semmilyen mintája nem volt, nem voltak rajta írásjegyek, nem volt rajta bevésett motívum, nem is volt egy konkrétan szabványos méretű dolog, ugyanis az összes, amit ebből megtaláltak, az mind-mind teljesen különböző méretű és súly volt, viszont mindegyiket ezüstből készítettek, és jelenleg 120 darabot ismerünk, vagy hát annyit találtak meg az országban, valószínűleg több is van. Erről azt feltételezik a történészek, hogy 667, illetve 672 között készülhetett, és nagy valószínűséggel ez nem az uralkodói dinasztia készítette, tehát vagy valamilyen szempontból magán ugye előállítású pénzt lehetett, vagy pedig ugye esetleg nem is tényleges pénzként, hanem valamilyen akár rituális eszközként, akár ilyen szerencse érmeként ugye használhatták mondjuk egy korabeli rituáléban, vagy mondjuk egy jósláshoz. Tehát nem tisztázott igazából, hogy ez tényleg pénzérme lehetette, vagy pedig csak egy egyszerű ilyen talizmánszerű érme. És azt sem tudjuk, hogy ha pénzérme volt, akkor milyen értéket képviselt, és milyen módon használták. Ezt egyébként itt a jobb felső sarokban láthatják, az egyik ilyen példát a 120-ból kb., amit megtaláltak az országban. Ez itt, ez körülbelül 8-10 gram, és ugye attól függ, hogy a lapos részét nézzük, vagy pedig a pluszban ugye rajta még ugye rajta lévő úgymond kiegészítő részeken, és nagyjából 3x2 cm-es az átmérői, tehát, illetve hát a méretei a 3 cm, hát körülbelül igen, 3x2 cm. Tehát ez az első ilyen úgymond mintázatlan érme, amiről tudunk, és feltételezhetően a 7. század második felében készítették. Aztán egy nagyon fontos történelmi adatra kell, hogy felhívjam mindenki figyelmét, ugyanis az egyik legősibb japán krónika az jegyzi, hogy 683-tól nem használtak a császári udvarban ezüstpénzt, csak bronzérméket innentől kezdve. Ez egy császári rendelet volt,
és innen tudjuk, hogy az összes olyan bronzérme, ami előkerült a korabeli főváros környékéről, vagy magában ugye a fővárosi palotaromokból, arról tudhatjuk, hogy valószínűleg 683 után készülhetett, mert ugye volt egy ilyen császári rendelet, hogy innentől kezdve nem készítettek ezüstént pénzt, csak bronzpénzt. Ez a bejegyzés, ez azt is mutatja, hogy volt ezüstpénz, de nem írja azt, hogy ez az az ezüstpénz volt-e, ami itt a jobb felső sarokban van, tehát lehet, hogy létezett egy másik fajta ezüstpénz, amit ténylegesen pénzként használhattak, viszont az is igaz, hogy mivel ez ezüstből készült, ezért feltételezhető az is akár, hogy ezt használták előtte. A következő érme, amiről úgy gondolják, hogy az úgynevezett Mümonginzen, tehát hogy a mintanélküli ezüstérme után használatban volt, az itt a bal alsó sarokban látható Fühonczen nevű érme. Ezt az ország több részén is megtalálták, viszont főleg az akkori korabeli főváros környéki területekről került elő legnagyobb számban. Ez a mai Aszuka, illetve a Nara megye területe egyébként, amiről itt most beszélek, és ugye ez az a Fühonczen érme, amiről úgy gondolják, hogy 683 után készülhetett, mert ugye bronzból készült, és a krónika bejegyzése szerint 683-tól használtak csak ilyen érméket, de ugye nem tudjuk pontosan, hogy mikor került forgalomba, mert ugye az nincs ráírva semmilyen módon, és erről sajnos nincs is semmilyen pontos feljegyzésünk. Viszont az is biztos, hogy néhány olyan lelőhelyről került elő, ahol nem csak magát a pénzérmét találták meg, hanem megtalálták azokat az eszközöket is, amivel készülhetett, illetve azokat a darabkákat, ami ugye például bokoröntéskor ugye használatosak, és ez az öntőműhely, ez feltehetőleg a mai Nara megyében, ugye az előbb említett, ugye volt fővárosi terület környékén létezhetett, mert ott találták meg a legtöbb ilyen eszközt, és később ez az öntőműhely, erről viszont szól az előbb említett krónika, ez átkerülhetett a mai Kyoto megye területére, ahol már a következő érmét megtalálták egyébként ezen a területen, ezt Wado Kaichinnak nevezzük, és ez itt a legjobb oldali sarokban látható. A Wado Kaichin érme, ez az első hivatalos rézérme volt, amiről biztosan tudjuk, mert a krónikák ezt pontosan leírják, hogy ezt az uralkodói család rendeletére hozták létre, és ez már egy hivatalosan használt, ugye pénzérme volt a császári udvarban. Azt is tudjuk róla, hogy itt az érme mellett itt bal oldalon látható Kaiyuan Tongbao érme, ez egy ugye kínai érme, a Tang dinasztia egyik legismertebb érméje, amit 621-től használtak Kínában. Azt tudjuk, hogy a Wado Kaichin japán rézérmét, azt erről a Kaiyuan Tongbao érméről mintázták, és nem csak, hogy egy az egyhez méretarányban készült el, tehát, hogy pont ugyanakkor a méret és a vastagsága is, mint meg a súlya is, mint a kínai érmének, de a dizájnját is igazából lemásolta olyan szempontból, hogy ugyanúgy négy írásjegyet tartalmaz a japán érme is, csak nem ugyanazokat, mint amit a kínai érme, és hogy ezt szeretném most egy picit részletesebben megnézni, hogy az előbb említett Fühonczen, ami vélhetően japán első pénzérméje volt, csak nem tudjuk, hogy mennyit ért és hogy mire használták pontosan, illetve az előbb említett Wado Kaichin, hogy ezeken a feliratok mit jelentenek, illetve vajon ténylegesen ugye például a Fühonczent használták-e valódi pénzként, vagy pedig az csak a Wado Kaichin volt már ugye a 8. században. És akkor nézzük csak kicsit ezt a Fühonczent. Ugye itt két írásjegy látható a tetején, ugye itt a négyzet fölötti részen, illetve alul. Ez a két írásjegy együtt, ezt úgy kell kiolvasni, hogy Fühon, legalábbis japánul, tehát innen kapta a nevét. Ez az érme, hogy Fühon van ráírva, és a két másik oldalán, ugye bal meg jobb oldalán, itt nem írásjegyek, kínai írásjegyek találhatóak, hanem 8 darab ilyen kis pötyszerű kis kitüremkedés igazából, amit ugye nagyon sok dolognak lehetne nézni, egyszerű díszítés, díszítő motívumnak is,
Csak érdemes azon elgondolkodni, hogy főleg ebben az időben a japán arisztokrácia, és hát főleg a császári ugye, dinasztia egy nagyon spirituális életet élt, és úgy általában el lehet mondani, hogy magukat a mindennapokat is, leginkább a taoizmus, illetve a buddhizmus is, de például a taoizmus is nagy hatást ugye, tett ugye, vallási szempontból, vallás filozófiai szempontból az udvari életre. És a taoizmusban például a göncöl szekér, az egy nagyon fontos motívum, azt most nem kezdek bele, hogy miért, de a lényeg az, hogy ennek, ebben a 7. század végi időszakban, illetve a 8. század elejei időszakban, a japán császári udvarban is ez a göncöl szekér motívum, ez nagyon sok helyen megjelenik egyébként, különböző tárgyakon, illetve ilyen földrajzi elrendezésekben. És előfordulhat, hogy ezen a pénzérmén is, ez a 7 darab kis kitüremkedés, ez ezt a göncöl szekérnek a 7 csillagát ugye hivatott jelképezni, ami egyébként egy ilyen jó szerencsét hozó, harmóniát hozó, boldogságot hozó szimbólum, tehát azt lehet mondani, hogy lehetséges, hogy ez a fühonszer, ez még nem is konkrétan egy hivatalos érme volt, hanem inkább egyfajta talán szerencsepénzként készült érme, ugyanis nem találták meg annyi akkora mennyiségben egyenlőre, hogy azt lehessen mondani, hogy ténylegesen aktív forgalomban lévő érme lehetett volna ebben az időszakban, úgyhogy valószínűleg ez vagy szerencsepénz volt, vagy pedig egy olyan pénzérme lehetett, amit csak nagyon szűk körben használhattak bizonyos dolgokra. Néhány képet, hogy ezeket a fühonszen érméket, itt a bal oldalt látható módon találták meg például Nara megyében, de egyébként van, hogy csak magukat az érméket találják meg, ugye a maga a pénzkészítés ugye, hát, részei különböző dolgok nélkül, és a jobb oldalon látható például egy olyan öntő minta, ami mutatja, hogy ugye a megolvasztott forró fémet azt ilyen mintákban öntve alakították ki, vagy hát hozták létre ezeket az érméket, és ugye végül ugye lecsippentve ezeket a darabokat, hozták létre magukat az érméket, vagy csiszolással, vagy hát egyéb módon. Itt például látszik ugye még ez a kis kitüremkedés, ami mutatja, hogy itt lett levágva erről a középső részről. Tehát először ezeket az öntő műhelyeket, vagy öntő helyiségeket, ezeket még Nara megye területén hozták létre először, és később a krónikákból tudjuk, hogy ezt áthelyezték Kyoto megye területére, és onnantól kezdve ott készítették ezeket a pénzeket. Hoztam egy kis érdekességet is, hogy csak hogy mutassam, hogy Japánban mennyire megbecsülik, értékelik ezeket az első pénzérméket. Azon a területen, ahonnan a legtöbb pénzérme előkerült Nara megyében, ott például kiadtak csak kizárólag, ugye ott kapható módon olyan kekszet, aminek gyakorlatilag ilyen fühonszen érme alakja van. Úgyhogy ha vannak olyan érme kedvelő gyűjtők, ugye, akik nagyon szeretnék ezt az érmét, azok ugye ideutazva, ugye, hát ilyen süti formájában, vagy hát keksz formájában is, ugye beszerezhetik ezeknek az érméknek a mását. Úgyhogy ez szerintem ez egy ilyen nagyon aranyos dolog, amit én például itt Magyarországon még nem láttam, hogy mondjuk érme alakú, pénzérme alakú kekszeket vagy sütiket árulnának. Úgyhogy akit esetleg megfog ez a fühonszen érme, és valaha Japánban jár, annak tudom ajánlani, hogy esetleg Narába, ha ellátogat, a Szuka faluba, akkor mindenképpen keresse meg ezt a kis édességet, mert szerintem nagyon jó pofa dolog. A második érme, amiről már ténylegesen tudjuk, hogy hivatalosan használt, forgalomban használt, ugye pénzérme volt, ez a Wado Kaichin nevű érme, és akkor meg is mutatnám, hogy ezt honnan tudjuk, hogy ez a neve, ugye ez a 4 írás, ami rajta van, ezt így óra mutatójárás szerint kell kiolvasni, itt felül látható a Wa írásjegy, aztán jobb oldalon van a Do írásjegy, alul a Kai írásjegy, és itt bal oldalon van végül a Chin írásjegy, ami együtt ugye ez a Wado Kaichin. Nagyon sok elmélet van arról, hogy miért ez a neve a pénzérmének, ez
Úgyhogy ezt most sajnos így időben nem fér be, hogy még ezt is elmondjam, meg ez egy kicsit bonyolult el így japán nyelvi szempontból, de igazából itt csak az a lényeg, és azt szeretném bemutatni, hogy maga a koncepció, hogy ugye az éremnek az a neve is, mint ami rá van írva, az nem csak a kínai érméken mutatkozik meg, ott például a Tang dinasztia érméin, hanem ugye ezen a Wado Kaichinen is, és ugye ezt is a kínai minta alapján alakították ki így. Egyébként ennek a pénzérmének, ezeknek a Wado Kaichinen pénzérméknek a háta, az teljesen üres volt úgymond, tehát azon se díszítés, se írásjegy nem volt. És akkor összefoglalva az előző érméket, még egyszer megmutatnám, csak hogy így látszódjon egy képen is a méretarány, hogy ezek körülbelül mekkorák voltak. Ugye itt bal felső sarokban látható ugye még a mintanélküli érme, amin valószínűleg azért is voltak ilyen plusz darabkák, mert ugye, hogyha mondjuk súlyra túl sok volt, vagy le kellett valamennyit csiszolni, vágni belőle, akkor feltételezhetően ugye ezekből vágtak le belőle részeket, legalábbis ez az egyik elmélet, aztán persze lehet, hogy teljesen másokból voltak rajta ezek a plusz rétegek. Aztán látszik itt két Wado Kaichinen érme, az alsó ugye az, ami a korábbi, és később ezüstből is készítették, és itt bal oldalon, a bal alsó sarokban látható a Fühon Sen érme, amin ugye ez a hét kis díszítő minta látható, kitüremkedés, ami hát feltételezhetően a göncöl szekért hivatott így jelképezni a pénzen, és ezáltal elképzelhető, hogy ez egyfajta szerencse pénz is volt, vagy csak szerencse pénz volt. Még egy összehasonlítás, csak hogy méretben, formában megmutassam. Jelenleg a legmagasabb értékű japán pénzérme az az 500 jenes pénzérme, ez itt bal oldalon látható. Tehát jelenleg ez a legértékesebb pénzérme, amit Japánban be lehet szerezni. Ez 2,65 cm átmérőjű, és ehhez képest a Wado Kaichinen, ami hát feltetőleg a legelső hivatalos ugye, rézérménk volt, ez 2,4 cm átmérőjű, tehát egy nagyon picit kisebb. A bal oldalit ezt már verték, tehát pénzverdében készült, és ugye itt a legelső érme, ez még öntéssel, öntőformával készült. A következő információ, amit érdemes megismerni, az az, hogy 708 és 958 között összesen 12 hivatalos rézérmét bocsátottak ki a japán ugye, királyságban, és, vagy hát mondjuk úgy, hogy államban, és ugye ezek a pénzérmék, ezek elsősorban vagyontartásra szolgáltak, és ugye azért hozták őket forgalomba, tehát azért bocsátották ki őket, hogy a császári költségvetést finanszírozzák, illetve ugye a külkereskedelmet, tehát nem volt az egész országban használatos, az adót az továbbra is például terményadóként szedték be, de ugye a különböző ugye császári költségvetés finanszírozása érdekében ezeket az érméket hozták létre. Ez összesen 12 érme, és mindegyiknek különböző neve van. Mindegyikre az van ráírva, mint ami a neve. Ugye itt látható az érmék alatt, hogy mikor adták ki őket. Itt ugye az első a Wado Kaichinen, amit már megnéztünk, ez 708-ban lett hivatalosan forgalomba hozva. Ezek után 760-ban, 765-ben, 296-ban, stb. Így adták ki ezeket az érméket, és a képeken méretarányosan mutatják ezeket az érméket, tehát ez azt jelenti, hogy ha jól megfigyelik, akkor egyre kisebb méretük volt ezeknek az érméknek, és általánosan elmondható az ezekből megtalált érmék alapján, hogy a minőségük is romlott, tehát egyre kevesebb ugye fémtartalmuk volt ezeknek az érméknek, tehát a méretük is csökkent, illetve a minőségük is. Hoztam még egy ilyen összefoglaló képet ezekről az érmékről. Az előbbi listán szereplő hát számozott érmék azok ugye most itt láthatóak, egy kicsit közelebbről, és arra szeretném még itt felhívni a figyelmet, hogy a második kibocsátott érmétől, amit egyébként Mannen Tsuhónak nevezünk, ugye ez is van ráírva, ez is ilyen óramutatójárás szerint kiolvasandó név, ebben a, vagy ettől az érmétől kezdve megjelenik az érmék nevében ez az utolsó hó szótag, és innentől kezdve az összes pénzérmének a neve, az mindegy, hogy mivel kezdődik, de mindenképpen hóra
fog végződni, és ez a hó írás, hogy ez itt bal oldalon fog szerepelni. Tehát itt felül kezdődik mindig a név, legfelül, haladunk így jobbra, és itt bal oldalon a negyedik írás, hogy ez mindig ez a hó lesz, ami egyébként kincset, értéket, érmét jelent. Hát először is kínai nyelven, aztán pedig ugye japánul is ez ezt szimbolizálja. Tehát még a legelső érme a Badokai Chinban a Chin volt az utolsó ilyen megnevezés, addig a második érmétől kezdve egészen a 19. századig az összes japán pénzérmének a nevében ez a hó tag fog majd szerepelni utótag, ami ugye ezt az érmét, pénzérmét, kincset jelenti. Azt is tudjuk erről a Mannenzhu-ról például, ez csak egy kis érdekesség, hogy 10-szer többet ért, mint a Wadokai-chin, az első Wadokai-chin érme, tehát azt lehet mondani, hogy 10 darab Wadokai-chin érme ért, ugye egy darab Mannenzhu-ho érmét, amikor ezt a másodikat kibocsátották néhány évtizeddel később. A második Mannenzhu-ho érme mellett 760-ban szintén kibocsájtottak még új ezüstérméket, ezt például Taihei Genbu névvel illették, és tudjuk erről, hogy ez 10 darab Mannenzhu-ho rézérmét ért. Ezen kívül kibocsájtottak egy új aranyérmét is, ezt Kaikisho-hónak nevezték, és ez látható itt a jobb oldali képen, ez egy 8. századi ugye, érme, ami valószínűleg nem pont 760-ban ugye készült, hanem egy kicsit később, de ugye nagyon szép állapotban fennmaradt, és erről tudjuk, hogy 10 Taihei Genbu ezüstérmét ért. Tehát itt megjelent már a pénzváltás is, ugye nem csak egyféle érme volt, vagy mondjuk kétféle, hanem ugye itt már a rézérmék mellett kiadtak ezüst, illetve aranyérmét is, ami ugye a súly alapján lett mérve az értéke, és így határozták meg, hogy mi mennyit ér így váltás szempontjából. Aztán ezekről is elmondható, hogy ugye mind a rézérmék, mint pedig a többi érméknek is a minősége is, meg a mérete is elkezdett csökkenni, romlani, és azt lehet mondani, hogy a 9. század végére már annyira elértéktelenedett az érték ezeknek az érméknek, hogy jóval kevesebb mennyiségű rizst lehetett például belevenni, vagy sejmet, mint mondjuk a legelső Wadokai-chin érme kibocsátásakor még a 8. században. Tehát körülbelül 200 év alatt elértéktelenedett ez a 12 érme ebből a sorozatból, és az utolsó forgalomba került érme, a Kangendaiho, amit itt jobb alsó sarokban láthatnak, ez volt az utolsó olyan rézérme, amit használtak még a császári udvarban, de innentől kezdve, a 10. század közepétől kezdve megszűnik a pénzkibocsátás Japánban, és azt lehet mondani, hogy egészen, ez nagyon meglepő, hangozhat, de egészen a 17. századig nem is bocsátott ki Japán, a japán kormányzat legalábbis, tehát kormányzati részről nem bocsátottak ki semmilyen japán pénzérmét. Tehát nagyjából egy 7 évszázadig nem volt új pénzérme. És akkor jöhetne a kérdés, hogy de akkor milyen pénzt használtak ugye Japánban, hogyha nem bocsátottak ki új érméket. Először is a 10. és a 12. század közötti időszakban azokat az érméket használták továbbra is, amit addig, és ugye hát folyamatosan tovább értéktelenedettek el, és egyre ugye hát kevésbé lehetett bármilyen ugye kereskedelemben is jól felhasználni, illetve hatással felhasználni, és leginkább csak az ezüst és az aranyérméket használták fel a külkereskedelemben, de ugye ez is egy idő után problémát okozott, ugyanis ebben a kelet-ázsiai térségben nem minden országban lehetett fizetni mondjuk aranyérmével vagy ezüstérmével. Ugye voltak területek, ahol csak az ezüstérmét fogadták el, és voltak olyan területek, ahol meg mondjuk csak az aranyérméket vagy csak a bronzérméket fogadták el. Úgyhogy egy idő után ebből olyan káoszos dolog alakult ki, hogy egyszerűen már muszáj volt valahogy új érméket szerezni a Japánnak, ami leginkább ugye a külkereskedelemben lehetett használni, azért is, mert ugye továbbra is egyébként belföldön, például az adót azt továbbra is terményadóként fizették, tehát hogy ott továbbra sem volt szükség arra, hogy egy kiterjedt ugye nemzeti valuta születhessen. Úgyhogy a 12. századtól azt találták ki az akkori kormányzat, hogy Kínából
illetve ugye az akkori korai félszigetnek a kínai fennhatóságú területeiről, illetve az akkori Vietnám akkori kínai fennhatóságú területéről ugye kínai pénzeket kezdtek el vásárolni. Ez Kínában elsősorban ugye a Yuan dinasztia pénzeit jelentette, később pedig a Ming dinasztiának a pénzérméit, és azt tudjuk, hogy a japán kereskedők arannyal fizettek ezekért, tehát japán aranytömbökkel fizettek ezekért a kínai pénzekért, illetve voltak olyan japán kalózok is, akik hát törvénytelen módon, de vagy a korai partoknál, vagy a kínai partoknál, vagy az akkori vietnámi partoknál, ugye különböző portyázással beszerezték ezeket az érméket, és akkor ők a saját ügyleteikhez ezeket így felhasználták, vagy eladták a kereskedőknek, akik ugye továbbadták, tehát hogy ez egy ilyen érdekes időszak volt, de főleg a kereskedők szerezték be ezeket az érméket, és azt lehet mondani, hogy azért is vásároltak Kínától pénzérméket, és azért is használták Japánban is ezeket a Kínából ugye származó érméket, mert ez egyfajta rangot adott ugye a pénznek, ugyanis Kína volt akkor is ugye a leghatalmasabb, legdominánsabb birodalom a régióban, és Japán is elsősorban vagy Kínával, vagy pedig ugye a korai területekkel, de hát főleg ekkor Kínával tartott fent igen aktív kereskedelmi kapcsolatot, meg kulturális és egyéb ugye diplomáciai kapcsolatot, ezért megkönnyítette egyszerűen a külkereskedelmet az, hogy kínai érméket használhattak hosszú ideig. A Szung, illetve a Ming dinasztia pénzeit is ugye ugyanígy megvásárolták, és egészen a 14. század közepéig ezeket a pénzérméket használták. Viszont sajnos nem tudtak eleget vásárolni ahhoz, hogy ez már az akkori felfutott japán belföldi kereskedelmet is ugye kiszolgálja. Tehát ugye ezeket elsősorban a külkereskedelemben próbálták felhasználni, de ugye egy idő után megjelent az igény ugye arra is, hogy ugye belföldön is ugye legyen valamilyen olyan pénzérme, amit lehet használni, és értéke is van természetesen, és ezért elkezdték másolni ezeket a kínai érméket. Tehát például a Szung dinasztia, illetve főleg a Ming dinasztia érméit, ezt is láthatják itt egyébként a képeken, ezt a Yongye Tongbao nevű érmét, ezt Japánban elkezdték másolni magán ugye műhelyekben, tehát ez nem kormány utasításra, vagy hát rendeletre hozták, vagy hát arra alakították ki, hanem ugye az adott ugye nagyhatalmú földesúr például a saját magát, ugye a saját költségvetéséből öntette ezeket a pénzérméket, amik pontos másolatai voltak a legalábbis kinézetre a Ming pénzérmékhez képest, viszont azt lehet róluk tudni, hogy ugye a fémtartalmuk, tehát az messze nem ért el se súlyban, sem minőségben ugye azt, amilyenek a kínai pénzérmék voltak, tehát egy idő után ezek a japán másolatok bár megjelentek és bár készítettek bele bizonyos régiókban, de nagyon hamar, tehát amikor már először megjelentek, már akkor is sokkal értéktelenebbeknek számítottak az országon belül, mint ugye az eredeti kínai érmék, és egy idő után teljesen ugye abba is hagyták a másolásukat, éppen azért, mert annyira elértéktelenedtek, és már alapból értéktelenebbek voltak, mint ugye a kínai érmék, hogy igazából ez csak egy próbálkozás volt, egy ilyen magánpróbálkozás, de nem lett belőle komolyabb, ugye egységes pénzérme, amit az egész országban különböző ugye szférákban használni lehetett volna. A következő esemény, amit szeretnék még ezzel kapcsolatban megemlíteni, ugye a kínai pénzérmékkel kapcsolatban, hogy 1150-től kezdve nagyjából egy ilyen 200 éves perióduson keresztül, tehát ez pont az az időszak, amikor Japán elkezdett kínai pénzt használni, kereskedelmi szempontból kiépül a kínai Ningbo város, illetve kikötő, inkább így mondom, és a japán Hakata kikötő között egy kereskedelmi hálózat. Ezt itt szeretném mutatni a térképen. Ugye itt van Japán, itt a legdélebbi japán szigeten külső észak-nyugati csücskében van a Hakata nevű kikötő, ez a mai Fukuoka megyében található, és itt Kínának az egyik keleti
ugye partvidéki, van a Ningbo nevezetű kikötő, és ez volt az a kereskedelmi útvonal, ami ugye egy olyan hálózat volt a kínai kereskedők, illetve az akkori japán feudális nemesség között, az elit, feudális elit között, ami egyfajta üzleti és hát személyes kapcsolat is volt, és ugye nagyon sok kereskedő hajó járta meg ez alatt a 200 év alatt ezt a két ugye kikötőt, olyan módon, hogy nagyon gyakran például korát érintve ugye jutottak vissza, mondjuk, tehát Hakadából elindult egy hajó, érintették Koreát, és utána, hát a mai Dél-Koreát, és utána pedig ugye Ningbóba hajóztak, aztán ugyanúgy vissza. Ez azért is érdekes a pénz szempontjából, mert ezen az útvonalon nagyon sok helyen találtak olyan hajóroncsokat a tengerben, ahol ugye japán ugye, hajókat találtak, amin nagyon sok kínai pénzérme volt található. Az egyik, ami az egyik legismertebb egyébként, így régészeti szempontból, az az 1323-ban elsüllyedt, a korai partoknál süllyedt el egy ilyen kínai kereskedőhajó, és erről ezen például igen jelentős mennyiségű, összesen 8000 zsinórnyi pénzérmét találtak. Egy zsinóron 100 pénzérme volt található, ilyen az előbb mutatott ugye kínai érme, és ez összesen kb. 27 kg-nyi pénzérmét jelentett. Tehát ez is mutatja, hogy ebben az időszakban mennyi kínai érmét szállítottak például, ugye, vagy vásároltak meg a japánok a kínaiaktól, és hát ugye voltak hajók, amik sajnos hajótörés szenvedve, így ezáltal nem jutottak el végül Japánba. Ezeket az érméket, továbbra is ezt mutatom itt a képen, ezek is ugyanolyan kínai Ming-dinasztia beli érmék, amiket Japánba használtak ebben a 14. századig, mondjuk így. Ezeket, ahogy mondtam, ugye az elején másolták bocsánat, itt rosszul írtam, hogy nem verték, tehát ezeket is öntötték ezeket a pénzeket, a kínai pénzek imitációjaként, és ugye ezek azok, amik elértéktelenedtek egy idő után a rossz minőségük miatt, viszont előfordult, hogy ezeket újra beöntötték, és ugye másra használták fel a magát az alapanyagot. A másik ilyen érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy ez is nagyon jól mutatja, hogy az akkori japán központi hatalom például mennyire gyenge lehetett, hogy annak ellenére, hogy magán jelleggel megvolt a felszerelés, az infrastruktúra arra, hogy egyáltalán ilyen érméket készítsenek, még ha csak gyenge másolatai is voltak a kínai érméknek, akkor is már megvolt maga az alapanyag, illetve a technológia ahhoz, hogy pénzérméket készítsenek, ugye így öntéssel, és ennek ellenére mégsem ugye készített a központi kormányzat saját ugye nemzeti pénzt. Tehát mivel egy idő után nem fogadták már el ezeket a kínai másolatokat Japánban sehol sem, ezért már nagyon megjelent az igény arra, hogy legyen egy új egységes pénzérme, és ugye közben Japánban is ugye egyre bonyolultabbá váltak a történelmi események, ugyanis elérkezett egy ilyen háborús korszak a japán történelemben, és egészen a 16. századig ugye a különböző tartományokban, a különböző fejedelemek, ugye a tartományurak, ők ugye folyamatosan harcoltak egymással, és így hát hadvezérként ugye próbálták az egyes tartományok urai ugye elfoglalni az egyes területeket, hát elsősorban a fővárost, aztán később ugye próbálták megszerezni az ország többi részét is, és ebben a zűrzavaros, háborús időszakban mondhatni nem is igazán foglalkoztak azzal, hogy nagyon sokáig, hogy egyáltalán akkor most ugye lesz-e, vagy készítsenek-e japán pénzérmét, mivel ugye nem volt egy olyan erős kezű kormányzat, aki ugye ezt így központilag irányította volna, és központilag pénzt tudott volna kibocsátani. A 16. században kezdődött meg a legelső próbálkozás arra, hogy mégis valamilyen féle nemzeti ugye valutát, megint egy pénzérmét próbáljanak ugye kiadni, ami kicsit javítja ezt a rossz helyzetet, és már mind belföldön,
És egyes földesúri családok, tehát például a Takeda család, ők voltak a leginkább az úttörői ennek a próbálkozásnak az országban. Megpróbáltak a saját tartományukban, ugye a fejedelemségükben, így lokálisan új pénzt önteni aranyból, ugyanis azon a területen, ahol ők éltek, amit uraltak, ott volt aranybánya, és ezáltal onnan, ugye mivel a technológiai ismeret is megvolt, megpróbáltak ugye aranypénzérmét készíteni, viszont nem érmeként készítették el ezeket a dolgokat, így elsősorban, hanem egyfajta aranytömböt hoztak létre, ezt bündókinnek nevezték, és ez látható itt a jobb oldalon. Ebből volt egy nagy bündó, úgynevezett nagy bündó pénz, és volt egy úgynevezett kis bündó pénz, mind a kettő arany, ugye arany volt, és igazából ugyanúgy nézett ki, csak jóval nagyobb volt a nagy bundó, mint a kisebb bundó. Ez látható ugye itt a képen is, hogy milyen arányban készítették el őket. Ugye ezek aranytömbök voltak, és ezek az aranytömböknek a kisebb változata, ez az úgynevezett kis bündó tömb, aranytömb, erről tudjuk, hogy 95-97% arany volt, és nagyjából 373 gram volt. Magát a bündónak, főleg a kis bündónak a felületét, azt különböző mintákkal díszítették, attól függően, hogy melyik szamuráj család készítette el ezt a kis aranytömböt, a bündókat, és ugye ezeket különböző beütő szerszámokkal, mondjuk a kalapács élével, vagy ilyesmivel lehetett kialakítani, ugye ezeket a díszítő motívumokat, és hát jellemző volt, főleg ugye, mint minden japános, mint egy ilyen japános díszítő motívum, ugye, hogy például virágmintákat, természeti mintákat alkalmaztak ezeken a díszítésként, ezeken a bündó pénz, úgymond pénztömbökön, aranypénztömbökön. A következő érme, ami szintén a 14. századtól jelent meg Japánban, körülbelül 14-15. Századtól, az az úgynevezett chogin nevezetű ezüst pénztömb, tehát az előbbi bündó az egy aranytömb volt, a chogin az pedig ez egy ezüst tömb volt, amit pénzként használtak, ez is egy öntvény, ugye ezüst öntvény, és tudni kell erről, hogy a kereskedők, a japán kereskedők, illetve a pénzváltók készítették magánfelhasználásra. Tehát amikor ugye nagyon magas összegeket kellett kifizetni mondjuk egy vásárláskor mondjuk Kínával, vagy mondjuk valamelyik koreai ugye területtel, ugye ekkor Koreában a Csoszon dinasztia volt uralmon, tehát ha például a Csoszon dinasztiával kereskedtek, akkor vagy ezzel fizettek az ilyen nagyobb összegeknél, vagy pedig ezt is tudjuk például írott forrásokból, hogy amikor a Csoszon dinasztiából valamilyen követek érkeztek Japánba, akkor például ajándékként is adományozták ezeket a chogin érméket ezeknek a Csoszon követeknek, így kerülhetett például a korai félszigetre ezekből a chogin érmékből, nem csak mint kereskedelmi fizetőeszköz, hanem mint ajándéktárgy is ugye az ottani uralkodónak, királynak. Ugye. Ezen kívül Okinaván is találtak ezekből néhány darabot, amiből szintén arra következtetnek az írott feljegyzések alapján, hogy az akkor okinabai követeknek is esetleg ezt ajándékozhatták, amikor a japán császári, vagy bocsánat, nem császári, hanem az akkori japán uralkodói udvarban, ugye akkor a feudális urak kormányozták Japán, tehát a feudális ugye kormányzatnak az udvarában járhattak, és akkor ajándékozhatták nekik ezeket az ezüst tömböket. Ma ugye Okinawa Japánhoz tartozik, de abban az időben még nem volt a japán állam része, úgyhogy ez ezért érdekes, vagy hát akkor még ugye külföldi államnak, királyságnak minősült az okinawai ugye terület is. Azt is tudjuk erről a chogin-ról, szintén a feljegyzések alapján, hogy súly alapján változott az értéke, és fizetéskor mindig ugye lemérték, és innen lehetett tudni, hogy mennyit ért. Az alapértéke az kb. 162 grammnyi ilyen chogin darabka volt. Először nem volt fémjelzet, tehát a legelső ilyen chogin, úgymond ezüstérmék, vagy ezüst tömbök, ezek nem voltak, tehát hogy teljesen mintázatlanok voltak, és nem is volt rajta jelezve az értékük, de ahogy így idővel, ugye
készítették, úgy a, bocsánat, itt is el van írva, elnézést, hogy ezt is öntötték, nem pedig verték, tehát hogy amikor ezt elkészítették, akkor ugye vagy ennek a pénzöntő helynek, tehát a műhelynek a neve került rá, ezeket láthatják itt a képeken, ezeket az írásjegyeket, vagy pedig magának a kereskedőnek a neve került rá, aki ezt készítette, és ugye ő használta ezt a munkája során. A 16. század vége hozott egy nagy változást. A hosszú háborús és zűrzavaros hadakozó félelemségek időszaka után az egyik legkiemelkedőbb hadvezér, Toyotomi Hideyoshi hadvezér, ő neki sikerült meghódítania az országot, és hát úgymond egyesítette ezáltal az országot, ami hát azon kívül, hogy nagyon sok minden más ugye újdonságot, és hát azzal együtt problémát is hozott ebben az időszakban. Ez többek között azért is nagyon jelentős esemény a pénztörténet szempontjából, mert újra egy kézben összpontosult az esemény után, ugye az arany és ezüstbányáknak az ellenőrzése, és ő volt az, aki innentől kezdve irányította igazából az arany, illetve ezüstbányáknak a működését, illetve hogy honnan mennyi ugye nemes fémet tudnak kitermelni, illetve ugye a színes fémekkel is ugyanez volt a helyzet. Tehát megnyílt igazából a lehetőség, hogy végre valaki egy központi hatalmat kiépítve, ugye egy egységes pénzt készítsen el. Na most nagyon sok minden miatt ez Toyotomi Hideyoshinak még, mármint a központi hatalom kiépítéshez akkor még nem sikerült, de vagy most inkább úgy mondom, hogy az egységes ország és békés ország kialakítása nem sikerült, viszont ami viszont sikerült neki, az az, hogy két új pénztípust hozott létre próbaképpen először is, az újonnan ellenőrzés alá vont ugye bányák a nyersanyagából. Nagyjából egy 100 éves időszakba került forgalomba, 1601 és 1695 között három darab új aranypénzérme Japánban. Ez az Oban, a Koban, illetve az Ichibuban névre hallgatott, és itt jobb oldalon láthatják a képeken, hogy a legnagyobb méretű, ez az Oban nevű pénzérme volt, ez itt bal oldalon látható, ugye a legnagyobb, és ugye ez is egy díszített felületű érme volt, amin ráadásul még írásjegyek is szerepeltek, és arról azt tudjuk, hogy ez az Oban, ez feltehetőleg jelenleg is a világon a legnagyobb pénzérme, ez általánosan 17x10 cm méretű ugye pénzérme és arany pénzérméről beszélünk, igen nagy aranytartalommal. Aztán ennek volt egy váltója, az a Kobán, ami egy méretileg meg súlyra is ugye egy kisebb aranyérme volt, de ez is ugyanolyan díszítéseket, kicsit hát változó, de variált díszítéseket kapott, és ugye ezek ilyen simára kipalapált aranylemezek voltak, amik pénzérmeként ugye funkcionáltak ebben az időszakban egyfajta próbaként ugye egy belföldön. Tehát ezeket nem használták külföldön, ezeket kifejezetten belföldi használatra hozták létre, és ugye csak ugye a kormányzat által kiadott, hát ugye, vagy hát Hideyoshi által ugye elindított, aztán később abban az időszakban használt pénzérmeként a különböző régiókban használták. Nézzünk meg ezekről egy kicsit közelebbi képet, csak hogy látszódjanak. Ugye, tehát a legnagyobb pénzérme, ez az Oban, ez különböző nevekre hallgatott, mindig Oban volt a vége, mert hogy ugye az a pénznek a megnevezése, és attól függően, hogy milyen időszakban, milyen uralkodó időszakban hozták létre az érmét, mindig kapott egy előtagot ez az Oban név, tehát például ez az, amit a képen most látszik, ez az úgynevezett Tensho Oban volt, mert ebben az időszakban hozták ugye forgalomba, ez is ugye átlagos méretet képviselt, tehát egy ilyen 17x10 cm nagyságú ugye érme volt, és például tudjuk erről a Tensho Obanról a feljegyzések alapján, hogy ezt például a Gotō Shirobe család készítette el ugye ilyen finomra kalapált lapos lemezként, aranylemezként, és a díszítést, azt pedig megint ugye ilyen kalapáló eszközökkel lehetett rá ütögetni, rávésni.
Ezzel az Óbánnal kapcsolatban szeretnék kitekinteni egy kicsit a modern időkre, ugyanis a 19. század közepétől Japánban elkezdtek egy macska alakú talizmánt használni, akit esetleg érdekelt a japán kultúra, vagy már találkozott a japán hát kultúrának bizonyos aspektusaival, az esetleg találkozhatott ezzel a Manekineko nevezett talizmán macskával is, ilyen talizmán cica, ami általában ugye úgy van ábrázolva, hogy ülő pozban, és az egyik mancsa, általában a jobb mancsa, az így fel van emelve, és olyan, mintha kicsit így behajlítaná a mancsát. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ezzel így integet, mert vannak olyan változatok is, aminél mozog a keze, de igazából Japánban ez a mozdulat, amikor így a kezünkkel így előrefele, előre-hátra csapkodunk, mondjuk a jobb kezünkkel, ez nem az, hogy így integetünk, vagy mondjuk elküldünk valakit, hanem pont fordítva, ez a felénk hívásnak az egyik ilyen gesztusa, és ez a macska is talizmánként úgymond a szerencsét, a gazdagságot, az egészséget hívja azáltal, hogy ugye így mozgatja a kezét. Ezt most azért mutatom meg, mert ezeknek manekinekoknak, vagy hát maneki cicáknak, mint talizmán, ezeknek az egyik legfontosabb jellegzetessége, így külalakilag az az, hogy mindig van náluk, általában a nyakörbükre csatolva, egy ilyen óban, nagy óban érme, és ez például egy ilyen érdekesség, amit kevesen tudnak, hogy ezáltal ugye a gazdagságot is hívja. Tehát hát a japánok nem, lehet, hogy nem esznek sok láncét új évkor, de azáltal, hogy mondjuk elhelyeznek a házban egy ilyen kis pénzt hívogató, egészséget és szerencsét hívogató maneki cicát, ezáltal ugye a gazdagságot is tudják hívni az életükbe, és ezt az anyuk nyakörvön, vagy valamilyen módon a macskának a testéhez erősített, ugye ilyen óban érmével szokták jelezni, egészen már a 19. század közepétől. És akkor, ha egy kicsit tovább megyünk az időben, akkor elérkezünk a 17. századig, amikor is Japánba beköszöntött az úgynevezett Edo korszak, vagy Tokugawa korszak. Ez egy nagyjából 250 éves, 260 éves periódusa volt a japán történelmnek, egy nagyon különleges periódusa, ugyanis Japán teljesen elzárkózott a világtól, mondjuk így, ebben az időszakban. Nagyon sok változás történt, egy olyan örökletes katonai uralom alakult ki a Tokugawa szamuráj családnak az uralma, ami gyakorlatilag végigkísérte ugye ezt a 250-260 évnyi ugye periódust, és Japánból nem lehetett ugye kifelé utazni, japánok nem hagyhatták el az országot, a Japánban élő külföldieknek távozniuk kellett az országból, és Japánba se látogathatott, se kereskedelmi, se egyéb ugye célból senki, tehát teljesen lezárták az országot, egyedül csak a kínaiakkal és a hollandokkal tartották fent a kereskedelmet, de ez is központi monopólium volt a külkereskedelem, tehát azt lehet mondani, hogy Japán gyakorlatilag 98%-ban elzárta magát a világtól, és többek között megtiltották a nemesfém kivitelt is. Tehát egy olyan időszakról beszélünk, ami nagyon sok változást hozott a japán művelődés történetben, kultúrában, kultúrtörténetben és egyéb szempontból is, és ennek nagyon sok pozitív hozadéka volt, nagyon különleges és sajátos fejlődési ív alakulhatott ki a japán kultúrában, és ez azzal járt, hogy például a kereskedelm is valamilyen szempontból ugye át tudott alakulni, és azt lehet mondani, hogy olyan nagy nyílt piacokat hoztak létre, és olyan nagy kereskedelmi központok tudtak kialakulni ebben az elzárkózott időszakban, ami igencsak fejlődni tudott így időről időre. Tehát nem csak, hogy az infrastruktúra fejlődött az országban, hanem ugye a kereskedelem is, a belföldi kereskedelem is, mivel ugye ekkor gyakorlatilag csak egy kis hányada volt a külkereskedelem a kereskedelemnek, és ugye nagy részt a belföldi kereskedelemre összpontosult ugye az ország gazdasága, és ezek a nagy kereskedelmi központok, ezek nem csak az akkori fővárosban, ez az akkor Edo nevű fővárosban, ez a mai Tokió egyébként, tehát ekkor már
a főváros az már a mai ismert Tokió területén volt, csak Edónak hívták, nem csak ebben az Edo fővárosban, hanem más jelentős ugye területeken is kialakulhattak ilyen kereskedelmi központok, ugye ezek elsősorban kikötők voltak, mint például Ószaka, a mai Ószaka, akkor még egy kicsit más területeit különböző néven hívták, de ez a mai Ószaka, ezen kívül a mai Kyoto, illetve a mai Nagasaki város területén hoztak létre, vagy hát itt jöhettek létre a legnagyobb kereskedelmi központok, meg úgy általában ugye a legtöbb piac itt nyílt meg, és ugye ezért ezeken az állandó és nyílt piacokon, ezeken hát gyakorlatilag szükség volt ugye a készpénzre ahhoz, hogy vásárolni lehessen. Tehát, hogy nyilván most már egy adott tartomány nem csak a saját tartományából tudott vásárolni ugye dolgokat, hanem gyakorlatilag az ország bármelyik tartományából, és ez elképesztően ugye felfuttatta a kereskedelmet is. Viszont ehhez készpénzre volt szükség, ami továbbra is ugye hát nem állt rendelkezésre, mert az előbb bemutatott néhány ugye pénzérme, mint az Óbán, meg a Kobán, ezek ugye csak próbaként lettek létrehozva, és csak bizonyos szférákban használták. Ezért bár használták a belföldi kereskedelemben, de ugye mindig le kellett mérni, nagyon bonyolult volt a használatuk, különböző ugye még kínai érmék is maradtak az országban, amik vagy másolatok voltak, nem másolatok voltak, tehát továbbra sem volt egy olyan egységes ugye pénzforma, amit tudtak volna használni az egész országra így központi jelleggel kiterjeszteni, és ugye ezen kívül még az is, hát idézőben mondom, hogy probléma volt, meg egyszerre pozitívum is, hogy az Edo-kor elejétől volt egy úgynevezett váltakozó jelenlétrendszer a japán történelemben, ami azt jelentette, hogy az összes földesúrnak, ugye az összes tartományt vezető, ugye tartományokat uraló ugye földesúrnak kötelező volt legalább egy évet ugye a fővárosban töltenie, és hát oda ehhez létre kellett hozni egy saját rezidenciát. Tehát az, hogy minden évben, két évente elutazott egy évre a fővárosba, és ugye ott tartózkodott egy évig, aztán hazament, és ott tartózkodott egy évig, aztán megint visszament, és ott tartózkodott egy évig az egész udvartartásával, családjával. Ezt jelentett ez a váltakozó jelenlétrendszere. Ez szintén hozzájárult egyrészt az infrastruktúra fejlődéséhez, másrészt a kereskedelem fejlődéséhez is, és nagyon sokáig érvényben volt ez a rendszer. Ezt egyébként azért hozták ugye, vagy hát ez azért hozták létre ezt a rendszert, hogy alakították ki, hogy ezáltal a shogun, ugye akinek a tényleges politikai hatalom a kezében volt az országban, ugye ezáltal gyengíteni tudta a tartományuraknak a politikai és gazdasági erejét, hogy ugye mindig arra kényszerítette őket, hogy ilyen nagy kiadásokat ugye vigyenek véghez, és ezáltal ugye nem volt sosem elég úgymond pénzük arra, vagy bármilyen termény áruljuk arra, hogy ugye akár hát ugye megtámadják egymást, vagy akár a központi kormányzatot. Tehát ez a váltakozó jelenlétrendszer, ez ugye egy nagyon költséges, nagyon sok olyan pénzt igényelt volna, amivel ugye ezt ugye fent lehetett tartani, és ténylegesen ugye ezt az ingázást, és magát a két lakhelynek, a két rezidenciának a fenntartását, független attól, hogy ott van-e vagy sem az illető földesúr és a családja, ugye ez rengeteg nagy költséget rótt a földesurakra, és ehhez is ugye elég sok készpénzre lett volna szükség, amivel megint csak ugye, mint ahogy az előbb mondtam, kevés volt, ahogy már a belföldi kereskedelemben is ugye ez megmutatkozott, és ez odáig fajult ez a nagyméretű, ugye, hát úgymond káosz, hogy végül az Edo-kor legelején, ugye a 17. századtól, a legelső Tokugawa shogun, Tokugawa Ieyasu volt az, aki központilag, így körülbelül, hát gyakorlatilag 600 év után, mondjuk így, mondjuk 5-600 év után először végre központilag a kormányzat, az aktuális politikai kormányzat ugye ki tudott bocsátani egy egységes pénzügyi, ugye egységes pénzeket, és egyesített a japán pénzügyi rendszert egy meghatározott módon. Súlyra
mért arany, illetve ezüst pénzeket hozott létre, és 1636-tól, tehát körülbelül egy olyan 30-40 évvel később, pedig nem csak az ezüst és arany, hanem megkezdték a részpénzek forgalomba hozatalát is, tehát különböző váltópénzeket is készítettek, ugye ezekhez az arany és ezüst pénzekhez. Ezeket az új pénzfajtákat láthatják a jobboldali képen. Ezek sem voltak még verve, tehát hogy ezeket is még öntötték, vagy így laposra kalapálták mondjuk így ezeket az arany öntött aranylapokat, viszont ez a monopólium, ezeknek a készítési monopóliuma, ez a Ginza vagy Kinza névre hallgatott, ugye attól függ, hogy ezüst vagy arany ugye pénzérméket készítettek, és volt egy úgynevezett arany Kobán nevű pénzérme, ami itt látható a képen, ez nagyon hasonlít arra a Kobánra, ami mondjuk az előző évszázadban is ugye már létezett, mint pénzérme, csak egy kicsit kisebb mérete volt, de a mintája szinte teljesen ugyanaz, meg ugye az a maga a pénznek az anyaga is, ugye ugyanúgy aranyból készült. Ezen kívül, ami újdonság, az ez a négy, ami itt látható, létrehoztak egy arany úgynevezett Ichiban érmét, ez ilyen szögletes érme volt virágmintával, ezen kívül létrehozták az ezüst Ichibugin érmét, ez is egy kicsit díszített, és hát az Ichibugin név, érme név, évvel készült el, mint díszítés, és létrehoztak egy ezüst Ichibubant, ez ott a legkisebb értékű ilyen váltópénz, ezen is csak az írásjegyek szerepelnek az érme nevével, és létrehoztak egy ilyen hagyományos kínai alakú, úgynevezett Kanei Cűhó érmét, itt is már is megint megjelenik ez a hó utótag ugye a névben, ami mutatja, hogy ez ilyen hagyományos kínai stílusú pénzérme, és itt is ez a Kanei Cűhó, ez így rá van írva az érmére, ezek rézérmék voltak, és ugye ezeket is még öntötték. Azt lehet mondani, hogy bár nagyon hasznos és jó fogás volt az, hogy így a kormányzat végre forgalomba tudott hozni egységes pénzrendszerbe, egységes érméket, viszont még ezt elkészítették olyan mennyiségben, hogy ezt ténylegesen lehessen használni az akkori népességű Japánban. Csak úgy képzeljék el, hogy már akkor ugye gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy milliós, tehát hogy több százezres lakossága, és akár 1-2 millióhoz is közelített, főleg az Edo-kor végére már a fővárosnak a népessége. Tehát azt lehet mondani, hogy rengeteg ugye embernek volt szüksége készpénzre, ugye a kereskedelemben, és hogyha minden néprétek szerette volna ezeket a pénzeket használni, akkor ugye ahhoz, hogy eljusson hozzájuk ez a sok pénz, az ugye idő kellett, míg ezt elkészítették. Úgyhogy végül azt lehet mondani, hogy bár elkezdték ugye önteni ezeket az érméket, de viszont ugye 1601-től körülbelül, de elég lassan készültek el a megfelelő mennyiségben, és egészen odáig, amíg nem jutott el minden egyes tartományba megfelelő minőségben és mennyiségben ezek a pénzérmék, addig a tartományurak, így a helyi szinteken, ugye a tartományokban egyszerűen önkényesen kitalálták, hogy ők létrehoznak egy saját pénzformát, ami eddig nem volt Japánban, és hát egy ilyen úgymond önálló akcióként úgynevezett tartományi papírpénzeket hoztak létre, és ekkor jelentek meg Japánban először a papírpénzek, mint fizetőeszközök. Nézzük meg ezeket az első papírfizetőeszközöket Japánban. Ezek váltották ugye a nemzeti pénzérméket, úgy egyébként, és az adott tartomány területén belül lehetett csak őket használni. Tehát az egyik tartomány, ahol készült egy ilyen tartomány, ugye egy ilyen papír, ugye pénz, az nem használhatta a másik tartományban ugyanezt a papírpénzt, hanem csak a saját belső ugye tartományban, ez rá is van írva ezekre a papírpénzekre. Két típusa van ezeknek a papírpénzeknek, amit itt az Edo-korban létrehoztak. Az első típusa az az úgynevezett hagaki, ugye papírpénz, ezt 1623 és 1870 között használták, és annyit tudunk róla, hogy a régi Ise tartományban nyomták először, ugye japán vasi papírra, és azt is tudjuk, hogy először ezt Shinto szentélyekben, Shinto papok
készítették el, az ő ötletük volt igazából ez a hagaki, ugye a pénzhiány, a készpénzhiány miatt, és olyan sintó papok voltak, akik abban a tartományban kereskedőként is funkcionáltak, és ezért lehet az, vagy ezért gondolják azt, hogy ezek az első papírpénzek meglehetősen úgy néznek ki, mint a sintó talizmánok, amikkel manapság egy ilyen szentélyben találkozik az ember. Ugye ezeknek a talizmánoknak az a lényege, hogy ugye olyan dolgok vannak ráírva, vagy olyan szimbólumok vannak rányomtatva, amik ilyen démonűző, szerencsétlenség előző, szerencsét hozó, tehát mindenféle ilyen spirituális jelentéstartalmú szimbólumot, vagy írásjelet szoktak ugye rá montírozni, és ezért gondolják azt, hogy ezek az első ilyen hagakik is egy kicsit ilyen talizmánszerűen néznek ki, mivel sintó papok találták ki a régi Ise tartományban. Ezt a fajta hagakit, ezt később több tartományban is készítették, bár messze nem lett olyan népszerű, mint az ezután később elterjedő papírpénz, ez a hansatsu. A hansatsu lett az első olyan papírpénz Japánban, ami ténylegesen el tudott terjedni, és gyakorlatilag az ország 80%-ában, tehát a tartományok 80%-ában új tartományi pénzként, papírpénzként kezdett el funkcionálni, ez az úgynevezett hansatsu. Ezt 1661-től kezdték el készíteni, és így szép lassan, hát gyorsabban, mint az érmék, ugye elterjedtek az egyes tartományokban. Tehát ez egy helyi hatókörű papírpénz volt, amit ugye fadúcos nyomással, fekete tintával készítettek. Az elsőről tudjuk, hogy Fukui tartományban készítették, Fukuihanban, és már ezen fel volt tüntetve a névérték, és azt is tudjuk, hogy ezüsthöz, aranyhoz és részhez is kötötték, de ugye mindig fel volt rá tüntetve, hogy mit váltott. Tehát valamire rá van írva, hogy csak ezüstöt, és akkor mondjuk a csóginnal lehetett, csógint váltották vele, mint például ezt is itt jobb oldalon, ide rá van írva a csógin. Tehát mindegyikre rá volt írva általában felőre, hogy mit tudott váltani, vagy mennyi volt az értéke. És alatta pedig olyan információkat tartalmazott, hogy melyik tartománynak volt ez a fizetőeszköze, ki az, aki készítette, vagy pedig olyan szövegeket is tartalmazott bizonyos esetekben, amik ténylegesen ilyen talizmánszerű funkcióval ugye ruházták fel a papírpénzt, tehát vagy ilyen szerencse szimbólumok voltak rajta, vagy szerencseisteneknek a motívuma, vagy ilyen különböző olyan imaszövegek, amik ténylegesen szerencsét, gazdagságot hoznak. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes és különleges első papírpénze volt a helyi japán tartományoknak, és ami érdekes, hogy a shogunok nem igazán léptek fel a kibocsátása ellen, mivel hát ők is tisztában voltak vele, hogy valahogy működnie kellett a gazdaságnak ugye a tartományokon belül is, és igazából csak egy nagyjából egy 23 éves időszak volt csak a japán történelemben, 1707 és 30 között, amikor megpróbálták betiltani, de végül ez deflációhoz vezetett, és inkább megint újra engedélyezték, úgyhogy végül azt lehet mondani, hogy 1661-től gyakorlatilag az Edo-kor végéig, tehát a 19. századig használták ezeket az úgynevezett hansatsu, ilyen tartományi papírpénzeket, és szó szerint azt jelenti, hogy tartományi papírpénz. Több mint 250 földbirtok volt ekkor Japánban, és ennek a 250 földbirtoknak, vagy bocsánat, tehát hogy több földbirtok volt Japánban, de 250 olyan földbirtok volt Japánban, amit a japán kormányzat ugye uralt, illetve felügyelt, és ezekből a 250 ugye ilyen földbirtoknak a nagyjából 80%-a használta ezt a hansatsu papírpénzt. Tudjuk ugye, hogy japán papírra készült, tehát ez egy rendkívül vékony pénz volt, ami hát ezáltal ugye könnyen is rongálódott, viszont rendkívül érdekes és különleges egyrészt tapintása, másrészt külalakja is van. Nem tudom, hogy esetleg önök láttak-e már ilyen vasi merített japán papír, de nagyon különleges papírnak minősül.
És ugye azt tudjuk, hogy fekete tintával készült a feliratra, illetve az összes mintája, amit ugye fadúccal nyomtak rá, és mindig az adott tartománynak az ura, a földes ura, az tartomány ura, az piros pecséttel hitelesítette az adott pénzérmét. Nézzük meg egy kicsit, hogy milyen motívumokat ábrázoltak. Ugye említettem, hogy nem csak az értékét írták rá, vagy hogy hol bocsátották ki, vagy hogy mit váltott, hanem nagyon sokszor különböző szimbólumokat, képeket, motívumokat is ábrázoltak rajta, ami általában ilyen pozitív dolgot jelentett, tehát hogy vagy jó szerencsét hozó szimbólum, vagy valamilyen az adott tartományra jellemző kulturális szimbólumot tartalmazon. Például itt látható középen Fukuyama tartománynak, ugye annak a papírpénze, ezt 1730-ban bocsátották ki először, és ha megnézik a különböző részeit a pénznek, először most itt a tetejét szeretném megmutatni, itt legfelül igen gazdag kialakításban, ugye egy fekete kontúrral van elkészítve ez a rajz, ami hát első ránézésre csak egy emberi figurának tűnik, aki igen egy jól megtermett, jól lakott állapotban van ábrázolva, és nagyon sok zsákot cipel a hátán. Ő egy tipikus ábrázolása az egyik szerencseistennek egyébként, úgyhogy például ez a motívum azáltal, hogy rákerült egy ilyen papírpénzre, ugye ezt a gazdagságot, illetve a szerencsének a megérkezését ugye szimbolizálta, tehát ilyen szempontból ez egy nagyon pozitív, kicsit már ilyen talizmánszerű ugye pénzérme is volt. A másik dolog, amit még ezzel kapcsolatban megmutatnék, ez itt a középső részen látható. A középső felirat az csak azt mutatja, hogy ezüstben mennyit ért ez a papírpénz, de nem is ez a lényeg igazából, bár akkor nyilván ez volt a lényeg, de itt most, ami érdekesség szerintem, és szeretném megmutatni, az itt jobb oldalon ez a kép a felirat mellett, ugyanis itt látható felül egy darumadár, igen apró ugye motívumként és részletgazdag motívumként elkészítve, és itt alul látható egy teknős béka, ami azért érdekes, mert a japán kultúrában a darumadár, illetve a teknős béka az a hosszú életnek, illetve a bölcsességnek a szimbóluma. Tehát ezáltal is, hogy nem csak egy szerencseistent, egy ilyen gazdagságot és szerencsét hozó mitológiai alakot tettek rá, hanem még a japán néphagyományból ugye ezt a daru, illetve teknős szimbólumot is rátették, ami megint csak egy ilyen abszolút pozitív dolgot jelöl, mint a hosszú élet és a bölcsesség. Ugye ez is mutatja, hogy ilyen abszolút pozitív hát szimbólumként, talizmánként is tekintettek ezekre a pénzekre, nem csak úgy egyszerűen megcsinálták, aztán ráírtak néhány írásért, aztán kész, csak így egyszerű papírlapként használták. Tehát, hogy ebben is megmutatkozik a japán kultúrának kicsit ez az eszenciája, hogy ugye próbálták kicsit művészien, kicsit esztétikusan, kicsit ilyen vallási filozófia alapon is megközelíteni ugye a pénzkiadást. Itt legalul az látható rajta, ugye, hogy hol adták ki, vagy hát hogy hol használták. Ugye itt látszik rajta, hogy Fukuyama tartomány, vagy hát ilyen birtokon használták azon belül. És akkor még mutatnék néhány képet, csak így érdekességképpen, ezek különböző tartományok származnak, ugye különböző mérete volt ezeknek a papírpénzeknek, minden tartományban más mérete volt, és más fajta vasi papírra nyomták őket, ez például 16x4 cm-es, de ez például, ez egy majdnem 19 cm magasságú papírpénz, ez az akkori Amagasaki tartományból származik, ami a mai, hát mondjuk úgy, hogy a Hyogo Kobe környékén található Japánnak, és ezen is itt felül egyébként ez a nagy zsákot cipelő szerencseisten, ugye a gazdagságot is szimbolizáló szerencseisten látszik. Ami érdekessége ennek a papírpénznek, a többihez képest, amit eddig mutattam, az, hogy ez nem egyszerű lap volt, amit ugye hát úgy használtak, hogy mint önálló lap, hanem ez egy összehajtogatható papírpénz volt, ugyanis a külső oldalára is rá volt írva, hogy ugye ezt mire használták, és ugye a külső fele az igazából díszítetlen volt, mondjuk így, viszont ha kinyitottuk, akkor a belső
felén látszódott maga a papírpénznek a lényeges része, és ugye itt is. Tehát ez egy azért különleges Hansacu, mert nem egy egyszerű papírlapocska, mint ezek például, hanem ugye ez egy összehajtogatható verzió volt, és ez is szerintem érdekes, hogy ilyet is készítettek. A Hansacuknak volt egy speciális típusa, ezt Hatamoto papírpénznek vagy pénznek nevezhetjük. Ennek az a különlegessége, hogy az Edo-korban az uralkodó ugye, kormányzat, a Tokugawa shogunátus szolgálatában álló olyan magasrangú szamurájok használták, illetve adatták ki ezt a fajta papírpénzt, akik ugye bizonyos dolgokra akarták használni ezt a fajta papírpénzt, és ezt külön úgynevezett Hatamoto pénzként emlegetik, mert ezeket a szamurájokat is, akik ugye a Shogun zászlósrendjébe tartoztak, nagyon magasrangú szamurájok, őket is Hatamoto szamurájnak nevezték, így Japánon, és ezáltal maga a papírpénz is, amit használtak, ez Hatamoto papírpénzként híresült el, de ugye ez is egy ilyen Hansacu. És az is érdekes, hogy ők ezt így a saját birtokukon, az amúgy is érvényben lévő tartományi pénzen kívül használhatták. Ez is például egy ilyen Hatamoto papírpénz, aminek az a különlegessége, szerintem ez rendkívül érdekes, hogy, és rendkívül ritka is Japánban, hogy egy pénzérme van rá nyomtatva, mint szerencsét hozó szimbólum. Tehát ez például 1822-ben lett kiadva, ugye az Edo-kor vége fele, Harima tartománynak a papírpénze, ilyen Hatamoto papírpénze, és szimbólumként, ugye egy ilyen díszítésként egy konkrét kör alakú hagyományos kínai érme van rá montírozva. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes ilyen szintézise, vagy hát inkább egy ilyen szinkretizmusa, talán ha mondhatom ezt így a kétfajta pénzformának. Hansacunak minősül még nagyon sok más külön magánkiadású papírpénz is Japánban. Vannak olyan papírpénzek, amiket kifejezetten buddhista kolostorok és shinto szentélyek bocsátottak ki kizárólag ott a helyi használatra, tehát csak az az adott buddhista kolostor használhatta például arra, hogy ugye a mindennapi tevékenységükben, ugye a dolgok, különböző dolgok kifizetésébe, vásárlásában ugye ezt használni tudják. Aztán volt külön olyan Hansacu is, amit csak a császári udvar állított ki, és csak a császári udvar különböző hát így beszerzéseiben, üzleteiben használták, ezt például Miyakesatsu-nak nevezték. Aztán voltak olyan papírpénzek, ezek voltak a legritkábbak egyébként, amik így a tartományon belül is kisebb vidékek, vagy ilyen nagyon, tehát hogy nagyon vidéki városkák, falvak összefogtak, és önálló papírpénzt bocsátottak ki, amit csak a saját kis falu közösségükben, kis város közösségükben használták egy bizonyos területen. Tehát azon kívül, hogy volt egy hivatalos papírpénz annak a nagy tartománynak, a tartományon belül is voltak helyi közösségek, akik úgy döntöttek, hogy mivel ugye nagyrészt csak egymás között zajlott mondjuk az árucsere, ezért a készpénzet is ugye csak egymás között cserélték, és erre is külön ilyen Hansacut hoztak létre, és ezeknek is különböző mintája, különböző színe, különböző formája volt. Ezen a képen látható igazán talán, hogy nem csak ilyen talizmánszerű Hansacuk voltak, hanem ahogy az előbb mondtam, ugye különböző magánszemélyek, magáncsoportok is önállóan egy idő után már az Edo-korban, ugye a 260 év alatt, ugye egyre különbözőbb típusú ilyen papírpénzt hoztak létre, és ezek csak ott ilyen lokális jelleggel voltak forgalomban. Ezek is például ilyen szentélyek, kolostorok által létrehozott ezek is. Ami érdekessége még a papírpénzeknek, az első japán papírpénzeknek, hogy ezeken jelenik meg legelőször a vízjel. Tehát az Edo-kor legvégén, a 19. század első felében, tehát most az 1800-as évek elejéről beszélek, ekkor kezdtek el először vízjelet alkalmazni már a legelső japán papírpénzeken, és ugye ez úgy nézett ki, hogy úgy nyomták ugye magát a papírt már, ugye a pénzkészítésekor,
hogy egy bizonyos része, ugye, hogyha napfény felé tartjuk, akkor ugye ilyen világosan fény lett, mert ugye ott más rétegben található maga az a papír rétege igazából ennek a vasinak, és ezáltal egyfajta vízjelet, egy ilyen korai vízjelet tudtak kihozni, létrehozni, és ugye ezt láthatják itt a jobb oldali képen, hogy a baloldali pénz, papírpénzeknek itt jobb oldalon ilyen pénz, vízjel mintája van, hogyha megvilágítjuk alul őket, vagy hát abban az időben, ugye, hogyha mondjuk a napfény, ugye nappal szembe ugye napfény elé tartották, akkor látszódott, hogy ugye vízjelesek. Itt is például látszik, hogy itt középen van rajta egy vízjel. A vízjel az általában azokat az egyszerű írásjegyeket tartalmazta, ami az adott kiadó tartománynak vagy magánszemélynek a nevét adta ki. Tehát nagyon egyszerű írásjegyekkel a kiadó helyet jelölték a vízjellel. És akkor nézzük meg, hogy ebben az Edo-korban, amikor hát ugye ezeket a papírpénzeket is használták, akkor egy kicsit részletesebben, hogy milyen pénzérmék voltak. Ezeket is még önték, és ugye hát így ilyen lapos formára kikalapálták, ezek a kubanérmék, amik már korábban is voltak, ugye a 16. századtól, 16. századtól kezdve, és tudjuk, hogy ezeket az edokori arany kubanérméket, ezeket az Izu-félszigeti bányákból szerzett alapanyagokból készítették, tehát ez nagyjából itt található Japánban jelenleg, és az itt nagyon sok új aranybányát nyitottak ebben a korszakban, és az itt bányászott aranyból készítették el ezeket az első aranykóban érméket az Edo-korban. Ha megnézzük a kóban érméknek a változását, így az évek alatt, ez így az összes edokori aranykóban érmét mutatja, amit kiadtak ezekben az években, tehát ezekben az években volt ez forgalomban, akkor azt lehet mondani, hogy az Edo-kor legvégére egészen picike lett ez az aranykóban, és ugye hát valószínűleg maga a súlya is, és hát ezáltal ugye az aranytartalma, meg az értéke is csökkent, nem csak a mérete. De kinézetileg igazából mindig ugyanazt azt a motívumot hát készítették el, beleütötték bele mintaként. Egy kis érdekesség az Edo-korból, készítettek ekkor egy olyan illusztrált képtekercset, ami ugye bemutatja, hogy Edo-ban, a fővárosban hogyan készítették ezeket az aranykóban érméket, és hát itt látható, amint ugye laposra kalapálják ezeket a kóban érméket, és utána lemérik. Ugye ilyen kisbündós aranytömböt használva tudják lemérni a méret, a súlyát, és ezáltal ugye az értékét ezeknek az aranykóban érméknek. Itt pedig az látható ugyanabból a képtekercsből, hogy ugye nem csak kobanokat, hanem valószínűleg ezek a cűhóérmék, tehát a kör alapú hagyományos kínai hagyományos alapú érméket is, ugye ugyanígy elkészítették, aztán lemérték, illetve ugye összehasonlították például a kobannal, ugye, mint súly, tehát hogy így is mérték az értékét. Ezek az eszközök, amik az Edo-kori fővárosi például pénzkészítő műhelyekből ugye akkor használtak, ezeket a berendezéseket most is ugye, hát most is fennmaradtak, és nagyon sok tokiói múzeumban megtekinthetőek. Elsősorban a Japán Nemzeti Banknak van egy nagyon jó múzeum a Tokióban, ami bemutatja azt, hogy a különböző korszakokban hogy készítették a pénzt, illetve milyen eszközöket használtak hozzá, és hát nagyon sok természetesen korabeli érmét is meg lehet tekinteni ezekben a múzeumokban, úgyhogy ezekből hoztam most ezt a néhány képet, hogy látható legyen, hogy az Edo-korban ezeket az eszközöket használtak, ugye ez egy mérleg. És akkor nézzük meg ezeket a hagyományos érméket az Edo-korban. Ezek a rézérmék, amiket ugye használtak, ezeket kanei cűvónak nevezték el, 17. és a 19. század között használták, és több fajtájuk volt, több értékben léteztek, ezek voltak a legkisebb váltók, tehát ezek váltották az aranykóbánt, ezek váltották az ezüstcsógint, meg a korábbról már létező ugye, ilyen arany, meg ezüstömböket, tehát ezek voltak a legkisebb értékű pénzérmék, mondjuk így, és a pénzérméken belül is volt két típus,
voltak az úgynevezett Ichimonsenek, meg a Shimonsenek. Az Ichimonsenekből 4 darab ért 1 Shimonsent. Tehát ez a 2 Shimonsen, ami itt felül van, ez 8 Ichimonsennel ér fel. Az az érdekesük, hogy hát úgyis meg lehet őket különböztetni, hogyha valaki mondjuk nem tudja elolvasni, hogy mi van ráírva, ugye ez a Kanei Tsuho van ráírva mind a kettőre, úgy lehet megkülönböztetni őket, hogy a Shimonsennek a hátlapján ilyen hullámminta van, míg az Ichimonsenneknek a hátlapján vagy semmilyen motívum nem szerepel, vagy pedig egy írásjegyet szoktak ráírni, ami általában annak a korszaknak az első írásjegye, amiben éppen elkészítették ezt a pénzt. Vagy pedig, hogy amilyen nevű műhelyben elkészítették a pénzt, tehát valamilyen jelzés van rajta, amiből rá lehet jönni, hogy mikor vagy hol készült. A Shimonsenneken pedig ez a nagyon jellegzetes japán hullám, mint a motívum található minden esetben. Az Edo-korban többször kiadtak speciális érméket, amik nagyon rövid ideig voltak csak használatban, és az is csak általában egy bizonyos területen, mondjuk Tokiónak az egyik kerületében, hát akkor ugye Edo-nak hívták. Ez például, ez a Tempo Tsuho, nagyon sok ilyen van egyébként, úgyhogy sajnos nincs alkalom arra, hogy mindegyiket meg, vagy idő arra, hogy mindegyiket megmutassam. Szerintem ez az egyik ilyen érdekes, ilyen különleges érme. Ezt 1835 és 68 között használták, és összesen 25 féle variánsban készítették el, ami azt jelenti, hogy maga az érme, az ugyanígy néz ki fedőlapilag, mint amit itt látnak, viszont a hátoldalán különböző minták találhatóak, tehát 25 féle variációban készítették el, ez alatt a kicsit több mint 30 éves időszak alatt, és Tokiónak csak egy bizonyos kerületében használták. És akkor nézzünk egy összefoglaló képet, tehát az Edo-korban az itt látható pénzek közül az összeset használták, mármint érmék közül az összeset használták valamilyen jelleggel, valamilyen szférában. Tehát nem mindegyiket mindenhol, hanem ugye itt látható a csógin, ez az ezüstömb, itt láthatóak az aranykóbánok, itt vannak ezek a kaneitsuhok, ugye a hagyományos japán pénzek, itt vannak a különlegesebb pénzek, mint amit az előbb mutattam, a tempotsuho. Voltak olyan pénzek, amik a katonáknak például a cibájára hasonlított kinézetileg, voltak egészen apró kis érmék, amik vagy négyszögletesek, vagy négyzetes alakúak, vagy pedig ilyen kis kör alakúak, tehát nagyon-nagyon sokféle érme létezett az Edo-korban, és ezt így különböző szférákban használták. Az is érdekes, hogy ezt miben tárolhatták. Például tudjuk, hogy az Edo-korban kétféle pénztárolási módszert lehetett, vagy hát ugye személy kétféleképpen tárolhatta a pénzt, vagy ilyen dobozszerű megoldást használhatod, ugye, amiben általában a hanszacukat, tehát a papírpénzeket tartották, és hát ebben szállították magukkal, illetve a másik, ami az úgynevezett, hát ugye ilyen szájfú, tehát vagy ez a mai japán pénztárca szóval illetett, tényleges ugye pénztároló szövet volt, amiben már nem csak papírpénzt tartottak, hanem ebbe különböző kis rekeszekbe, ugye már az érméket is el lehetett rejteni. Tehát ezek is ilyen érdekes dolgok, hogy például az Edo-korban, hogy nagyjából a mai időhöz képest mondjuk egy ilyen 200 évvel ezelőtt, vagy 300 évvel ezelőtt, inkább azt mondanám, hogy 300 évvel ezelőtt ezeket a tárgyakat használták pénztárolóként, pénztárcaként. És akkor nézzük egy kicsit tovább, hogy így haladunk a modern idők felé. A 19. század első felében, ugye ez az Edo-kornak a legvége, fokozódik a pénzkibocsátás, és a világban is nagyon-nagyon sok változás történik ebben az időszakban. Azt lehet mondani, hogy teljesen más átváltási arány volt érvényben Japánban, meg úgy egyébként a világban, így az arany és az ezüst átváltási arányát figyelembe véve, és azt lehet mondani, hogy ez igen nagy problémákat okozott, ez a különbség akkor, amikor Japánban véget ért az Edo-kor, ugyanis amikor véget ért az Edo-kor, ez 1860-as éveknek a végén volt, akkor Japán újra megnyitotta magát úgymond a nyugat előtt,
ez hosszú, hogy miért, de a lényeg az, hogy megint ez az elzárkozott ország, ez kinyitott a kapuit a nyugat előtt, és nagyon sok külföldi érkezett egyrészt Japánba, másrészt nagyon sok külföldi pénzérme érkezett Japánba, és Japánból kivitték az aranyat, az aranypénzt, amit felvásároltak, és ugye az ezüstöt pedig ezáltal ugye Japánba ugye hagyták. Tehát egy úgymond egy pénzügyi káosz alakult ki ezzel a 19. század második felében elkezdődött nyitásból, és a gazdaság is nagyon megérezte ezt a pénzügyi káoszt, és maga a nyitás miatt ugye egy új pénzreformra volt szükség, ami ezt a káoszt, ezt helyre teszi, és megint egy egységes pénzügyi rendszer ki tudott volna alakulni. Egy olyan, ami a nyitott, kinyílt, úgymond országhoz, aki már ténylegesen részt tud majd venni a globális kereskedelemben és gazdaságban, ugye egyenlő partnerként, ahhoz kellett egy olyan fizetőeszköz, egy olyan standard valuta, ami a nemzetközi pénzügyi rendszerhez is tudott igazodni, mert ugye az eddigi japán pénzek teljesen értéktelenek voltak igazából külföldön, és leginkább csak az arany vagy az ezüst tartalmuk, de hát azon belül is ugye az arany tartalmuk volt az, ami leginkább vonzotta a külföldieket, mert a külföldiek olcsón meg tudták venni Japánban az aranyat, és így ki tudták vinni az országból, az árfolyam különbségek, a váltási különbségek miatt, viszont Japán ezáltal ugye hát pont fordítva hát tudott kijönni ebből a helyzetből, és ezáltal ugye romlott a pénznek az értéke is. Ami érdekesség ebből az időszakból, tehát ez a nyitás időszaka előtti kis káoszos, már-már káoszos időszakból, hogy voltak olyan pénzérmék Japánban ebben az időszakban, ami igazából nem is japán készítésű pénzérme volt, hanem külföldön készítették, de Japánban használták. Ez egy picit hasonlít arra, mint amikor a kínai pénzérméket megvásárolták, ugye, és akkor azt használták nemzeti ugye, érmeként, viszont itt most nem egy hosszú időszakról van szó, hanem csak, tényleg csak néhány éves időszakról. 1858-ban vezették be a mexikói ezüst dollárt kizárólag a külkereskedelem lebonyolítására, és úgy tették úgymond japán pénzé, miután megvásárolták ezeket az ezüst dollárokat, hogy japán írásjegyeket vertek ugye bele, ez itt látható a tetején. Tehát ez egy már létező ugye külföldi pénzérme, amiben az értékét Japánról belevésték, és hát így használták például nagyon rövid ideig ezt a mexikói ezüst dollárt Japánban. A nyitással, ugye, ahogy mondtam, szükség volt egy pénzreformra, egy egységes valutára, és ez volt az időszak, amikor létrehozták, vagy hát kibocsájtották az első modern valutáját, nemzeti valutáját Japánnak, ami a yen. Ez lett az ugye az új monetáris egység is, 1871-től került forgalomba, először pénzérme formájában, ez látható itt, egy ezüst yenként, ugye így nézett ki először, a jobb felső sarokban látható, és ez vált hivatalos fizető eszközzé az egész országban, leginkább a kikötőkben először, azt mondtam az egész országban, és tartalmazta a japán császári családnak ez a krizantém formájú szimbólumát itt felül, és ugye rá volt írva japánul, hogy egy ilyen. Úgyhogy ez volt az első érme, később arany érme formájában is kibocsátották, de először ezüst egyenest adtak ki, és miután ez az ezüst egyenest ki lett bocsátva, utána bevezettek még két másik érmét, ez a szen és a rin volt, ez itt látható alul, ezek váltották a jent különböző arányban, és ugye 1878-tól pedig bevezették egy időre az aranystandardot, amivel ugye, hát bár nem tudták sokáig fenntartani, mert aztán később ezüstre váltottak, aztán visszaváltottak aranyra, de ezáltal már megtették az első lépést arra, hogy nemzetköziesítsék a pénzrendszert, és ezáltal ugye hát elég sok országgal tudtak már kereskedni. A hátlapja az első ezüstjennek az egy ilyen sárkányos díszítésű hát ugye hátlap volt, és ami a különlegessége ennek az első ezüstjennek, azon kívül persze, hogy ilyen gyönyörű motívumot tartalmazott, hogy erre már angolul ugye rá volt írva, hogy van
Igen. Tehát ez volt az első olyan japán pénzérme, az egyenes, ez ezüstérme, ami már angolul is rá volt írva az értéke a pénznek. Az 1870-es évek elején a japán kormány az Amerikai Egyesült Államok mintájára, ugye magánbankokból álló ilyen bankrendszert hozott létre ebben a modernizálódó időszakban. Japán ugye próbált felzárkozni a nyugati államok szintjére, és nagyon sok olyan dolgot megpróbált eltanulni a nyugattól ebben a nyitási időszakban, ugye az 1870-es évektől, amiről úgy gondolta, hogy az országban hasznos lehet. Tehát különböző országoktól különböző dolgokat tanultak el, vagy azt nem mondom, hogy másoltak le, csak ugye a működési mechanizmusát próbálták el példaként eltanulni, és azt megfelelő módon a japán kultúrában, a japán pénzügyi világban, a japán gazdaságban megpróbálták az élet minden területén, az ország államigazgatás minden területén megpróbálták ezeket a külföldi dolgokat így integrálni, és ezáltal próbálták ugye modernizálni Japánt, amihez már megvoltak a megfelelő alapok az Edo korszakból. És az egyik ilyen úgymond példavétel, azt Amerikából tették, ugye, hogy Amerikában is a magánbankokból volt egy ilyen állami bankrendszer, és az 1870-es évek elején még nem volt egy központi bank Japánban, ami ugye papírpénzt tudott volna kibocsátani, mint bankjegy, ezért Japánban is magánbankok nyomták az első, vagy hát vezették be az első papírpénzt. A legelső egységes bankjegy, ami megjelent Japánban, az 1871-es, úgynevezett Tsugosatsu, ami szintén egy ilyen volt. Tehát ugyanakkor, amikor az ezüst egyenes bevezették Japánban, az egyik magánbank létrehozta ugye a Tsugosatsut, ami szintén egyent ért, és ami az érdekessége, hogy az első néhány példányt ebből a pénzből, ezt Németországban nyomták, tehát például ez is, ami itt a képen van, ezt Németországban nyomták, és utána onnan ezt visszaszállítva Japánba, ugye ott kezdték el használni, mint papírpénz. Sajnos sokáig nem volt forgalomban, de érdemes megnézni, hogy nagyon szép főnix, illetve sárkány minta díszítette a papírpénz. Fölül vannak a főnixek, alul ugye a sárkányok, és itt is megtalálható ez e felül a császárságnak, ugye a krizantém virágnak a szimbóluma, és ezen is már angolul rá volt írva, hogy bán jel a kanji mellett. Tehát ez is már egy ilyen nemzetközi globális, úgymond ábrázolásnak mondható. Aztán 1873-ban egy másik egyenes bankjegyet is kibocsátottak, ugye ez két évvel később volt, szintén amerikai mintára, és hát látszik, hogy itt bal oldalon az akkori amerikai, ugye 10 dolláros, az így nézett ki, és akkoriban Japánban a 10 jenes papírpénzek megint csak hasonló dizájnnal készültek el, mint ugye az akkori amerikai 10 dolláros papírpénzek. Csak ugye nem 10 dollár volt, hanem 10 jen. Az első olyan bankjegy, ami portrét, emberi portrét jelenített meg, azt 1881-ben adták ki, ez az 5 jenes bankjegy volt, és az az érdekessége, hogy nem egy olyan személyt jelenített meg, akiről biztosan tudjuk, hogy létezett, és mikortól meddig élt, hanem egy legendás császárnőt, egy ókori császárnőt jelenítettek meg rajta, tehát egy elképzelt személyt jelenítettek meg rajta, aki hát bár valószínűleg valamilyen aspektusban biztos, hogy létezett, csak ugye nem tudjuk, hogy nézett ki, nem tudjuk pontosan, hogy most akkor ő létezette vagy sem, hanem inkább csak az ókori japán krónikák mesélnek a legendás történeteiről, mint ugye sikeres császárné, aki nagyon sok minden tett a történelemben Japánért, de nem tudunk róla konkrét adatokat, és nincs is rá bizonyíték, hogy létezett. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekesség, hogy a legelső portré, amit megjelenítettek egy japán pénzen, az igazából egy legendás japán császárnőnek volt a portré képmása, egy ilyen elképzelt fantázia portréja. Az első bankjegy, amit már a Japán Nemzeti Bank adott ki, mint első központi ugye
Japánban. Ez 1882-ben történt, és a képen látható kék bankjegy volt, aminek az az érdekessége többek között, hogy megint csak egy ugyanolyan szerencseisten portréja található rajta, egy ilyen jó nagy zsák pénzzel egyébként, ami ugye a Hansacukban is elég gyakran megjelent, mint motívum, ezeken a tartományi pénzeken, és éppen azért, mert egy szerencseistent, egy bizonyos szerencseistent ábrázolt, ezért elnevezték Daikoku Satsunak ezt a pénzt, mert a Daikoku nevű gazdagság, illetve szerencseistent ábrázolták rajta. Ez sem volt sokáig forgalomban, mert elég hamar elértéktelenedett, viszont ezen is megjelenik kicsit ez a hagyományos, ugye kicsit ilyen vallásos, filozofikus ugye, ábrázolása a szerencse istennek. Aztán később egyre több féle papírpénz jelent meg. Igazából nagyon-nagyon sokat lehetne bemutatni, de így nagyjából 1885 és 1945 között így a képen látható papírbankjegyeket bocsátott ki. Hát először magánbankok, aztán végül ugye a Japán Nemzeti Bank 85-től. És akkor hoztam néhány érdekességet még így a végére, az előadásom végére. Japán elég, mondjuk úgy, hogy politikai szempontból a 20. században, nagyjából a 20. század elejére vált olyan erős nagyhatalommá Kelet-Ázsiában, amikor már ténylegesen a szomszédos ugye, államok, országok is erős nagyhatalomként tekintettek rá, és miután az orosz-japán háborúban ugye, győzött, tehát legyőzték az oroszokat, ez ugye 1905-től kezdve a kelet-ázsiai régiónak gyakorlatilag a legerősebb nagyhatalmává vált Kelet-Ázsiában, és ahogy így ugye hát teltek az évek, az 1930-as években, ugye hát a leginkább ugye a szélső jobboldalra tolódás miatt, ugye Japán igen nagy terjeszkedésbe kezdett az ázsiai, kelet-ázsiai ugye kontinensen, és 1932-ben ugye tudjuk, hogy elfoglalták Mandzsúria nagy részét, és létrehoztak egy bábállamot az elfoglalt területeken, ezt Mandzsúkiónak nevezték, és ami érdekesség pénzügyi szempontból persze, hogy 1932-ben, amikor ez megtörtént, akkor külön jent bocsátottak ki, amit csak a Mandzsúkió bábállam területén használtak, és ez látható itt a képen, hogy ez volt ez a különleges pénz, amit ugye rá van írva, hogy a Mandzsúriai Központi Bank adta ki, de egyébként japán pénzként ugye funkcionál egyenként. A második világháborúig nagyon sok olyan papírpénz került kibocsátásra, ami hát leginkább az amerikai mintát, vagy valamelyik európai pénzt mintázta, és általában vagy egy portré szerepelt rajta, vagy pedig egy olyan motívum, vagy szimbólum, ami valamilyen szempontból a japán kultúrát, a japán mindennapokat jelképezte. Itt például ugye a szakura virág látható, de van olyan is, amit mondjuk a Fuji hegyet ábrázolják, itt például a parlament épülete látható, itt egy nagyon híres edokori gazdasági tudós, illetve hát ugye kereskedő látható. Tehát mindenképpen a japán kultúrához vagy történelemhez, gazdasághoz igazodtak az ábrázolások. Szintén egy érdekes bankjegy a második világháború után kiadott úgynevezett B-típusú jen, amit kizárólag az amerikai megszálló hadsereg használt a megszállási időszakban, és ugye ez egyfajta új típusú jenként jelent meg, amit csak ugye a megszálló hadsereg tagjai használtak. Tehát a rendes japán valután kívül, ugye papírpénzen kívül, ugye ezeket kifejezetten az amerikaiak használtak, és ugye ahogy látszik is, nem csak japánul, hanem ugye elsősorban jó nagy betűkkel angolul is rajta van, hogy 5 jenes, 10 jenes, vagy például itt ez 1000 jenes, mint legmagasabb címlet. És ugye ezért is néz ki nagyon hasonlóan az amerikai pénzekre. Aztán kicsit visszatérve az érmékre, ugye ennek a nézelődését abba hagytuk nagyjából a 20. század elején, erről azt kell tudni, hogy ugyanazokat az érméket használták a 20. század elején is, első felében is, mint ami a nyitáskor a 19. század második felében készültek, tehát továbbra is
volt az ezüstjen, az aranyjen, ugye mint egyenes érme, és készültek továbbra is a rinek meg a szenek, amik szintén ugye ekkora az 1880-as években kerültek először ugye öntésre, ugyanezeket használták, csak egy kicsit kevesebbet értek, mint ugye akkor, amikor kibocsájtották őket, de ezek váltották ugye a ilyen papírpénzeket. Ami már nagyon hasonlít a mai viszonyrendszerhez, ugye, hogy ma is vannak papír, illetve érme jelenések is. Néhány érdekességet még azért mutatnék, hogy készültek olyan érmék, ilyen hagyományos érmék, amikre nem az írásjegyekkel, nem a nevüket írták rá, hanem bizonyos motívumot tartalmaztak, és ugye ezeknek is megvolt a meghatározott ugye értékük. Ezeket kifejezetten az úgynevezett Taisho-kortól a Showa-korig használták, ami a 20. század, ugye két első korszaka, mondjuk így, és egészen ugye a 20. század első, mondjuk úgy, hogy első, és hát a második felének is egy jelentős hányadáig, ezek a különlegesebb pénzérmék is használatban voltak. Ezek is ugyanúgy ugye felvették az alakjukat a korábbi Kanei-cűhónak, tehát ugyanannyit értek, mint a korábbi ugye Kanei-cűhók, csak innentől kezdve ilyenbe váltották hát az értéküket, és az a különlegességük, hogy az a motívum, amit tartalmaznak, az mindig egy adott régióra, helységre volt jellemző, és hát ott bocsájtották ki őket. Például Akita prefektúrában adták ki az itt látható Akita Tsubasen nevű érmét, amit egy templom környékén, ugye a Jōbōji buddhista kolostor környékén találtak meg, ott került forgalomba, és az a különlegessége, hogy ugye ez is itt képileg a darumadarat, illetve a teknőst ábrázolja, ami ugye, ahogy említettem korábban, a hosszú élet, illetve a bölcsességnek a szimbóluma, tehát ez is egy ilyen talizmánszerű kialakítás, és a hátlapján található az úgynevezett 8 trigram, ami a taoizmusban nagyon fontos jelképek, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez a pénz, annak ellenére, hogy hát mint pénzérme is használatban lehetett ezen a területen, egyfajta különleges érmeként, és értéke is volt feltehetőleg, mégis egyfajta díszérmeként is ugye létezett, aminek egy ilyen vallási, spirituális töltete is volt. Aztán vannak olyan képérmék, amiken ugye az előbb már sokszor említett szerencseisteneket ábrázolták, ez például ugye Ebisu isten, megint csak ugye a szerencsét és a gazdagságot hozza el az ember számára. Aztán itt például van egy olyan különleges ovális alakú érme, amin a kamakurai nagy buddha szobor portréja látható. Úgyhogy ez is egy különleges ilyen Taisho-kori érme. Aztán elkészítettek egy olyan érmét is, ami visszautal a 9. századi úgynevezett hat halhatatlan költő, illetve hát költőnőre. Ugyanis ebben az időszakban, ez a Heian-kor egyébként a japán történelemben, ekkor volt ugye hat olyan költő, illetve költőnő, akik olyan jelentős alkotásokat készítettek, hogy azóta is a japán irodalom az így emlékezik meg róluk, hogy úgy nevezik őket, hogy a hat halhatatlan költő, illetve költőnő, mert nő tagja is volt. Úgyhogy ez is meg lett így, tehát hogy erről is megemlékeztek egy ilyen pénzérmén. Mutatok még néhány érdekességet a 20. század második feléből. Ugye emlékérmek Japánban a kiadásuk az 1964-es Tokiói olimpiához köthetők. A legelső emlékérme, amit hát ilyen nyugati értelembe vett emlékérmeként kiadtak, az erre a 64-es olimpiára készült, és egyébként kíváncsi vagyok, hogy vajon a mostani hát, tolódott Tokiói olimpiára vajon adnak-e ki ilyen emlékérmét. Valószínűleg fognak egyébként, csak ugye kérdés, hogy milyen dizájnban fog elkészülni. Itt ugye az látszik, hogy az olimpiai láng van rajta, illetve itt már hát rendesen ugye ezres számmal, ugye arab számmal van kiírva, hogy
mert ugye 1000 és angolul hogyan, ezen kívül a Tokió is, meg az évszám is, alul pedig a japán uralkodói dátumozás szerinti évszám van kiírva, tehát ez az 1964, ez a Showa császár 39. uralkodói éve, és ezért ez van ide alulra írva. A másik kis érdekesség, így emlékérme szempontjából, ami szerintem érdemes megnézésre, megfigyelésre, az 1990-es emlékérme, amit akkor adtak ki, amikor Hirohito császárt, ugye az előző japán császárt, ugye beiktatták hivatalába, tehát amikor ő trónra lépett, akkor ennek a napnak az emlékére kiadtak egy 500 jenes emlékérmét, amin az a császári hintó látható, amin ilyenkor a császár, a császári palotából, ugye a ceremónia helyszínére szokott vonulni, illetve ugyanez az a hintó, amivel nagyon még a korábbi ugye, időszakokban, a 20. század első felében, ugye nagyon gyakran a császár ezzel a hintóval utazott több hivatalos helyszínre is. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy eléggé híres vagy neves ilyen japán kocsi szimbólumnak mondható, amit ugye csak a császár használ, tehát csak neki van ilyen szekres hintója, és ugye az érem, amit kiadtak, annak volt egy párja is, ami egy rézérme, ami szintén 500 jenes értékű volt, és ugye erre pedig a japán császárság, tehát a császár szimbólumát, ugye a krizantém virágot lésték rá. A harmadik ilyen emlékérme, amit választottam még bemutatásra, az a Shinkansen működésének 50. évfordulójára kiadott emlékérme, ezt 2015-ben adták ki, és 100 jenes érme. Ez egy 100 jenes érme. És akkor megmutatnám, hogy jelenleg milyen pénzeket használnak Japánban, így ennyi pénzérme és papírpénz után. Jelenleg Japánban érmeként 10 jenes, 5 jenes, 100 jenes és 500 jenes érméket használnak, ezeket láthatják itt a képen. Próbáltam nagyjából méretarányszerűen berakni a képeket. Az 5 jenes a legkisebb, az 500 jenes a legnagyobb méretileg. És ugye más anyagból készültek. A jelenleg használatban lévő bankjegyek pedig mind a fedőlapjukon, az erőlapjukon valamilyen portrét tartalmaznak. Az 1000 jenesen Noguchi Hideo van, aki egy nagyon híres orvos volt Japánban. Az 5000 jenes bankjegyen Higuchi Ichio írónő van, aki nagyon híres alakja a modern japán irodalomnak. A pénzek hátlapján pedig mindig valamilyen kulturális szimbólum látható, vagy egy olyan művészeti alkotás, ami így a japán művészettörténetben nagyon híres. Itt ugye a Fuji látható a szakurában, ami mint kulturális szimbólum, ugye nagyon jelentős. Itt alul pedig ez az íriszes kép, ezt a Ogata Kórin festőművész készítette még az Edo korszakban. Ez egy nagyon-nagyon híres, rendkívül híres paraván kép egyébként, és ez a motívum került erre az 5000-es ilyen papírpénzre. A legmagasabb papírpénz, ami jelenleg forgalomban van Japánban, ez a 10.000 jenes, ezen Fukuzawa Yukichi pedagógus, illetve író szerepel. Ő egy nagyon jelentős alakja a japán modernkori művelődés történetnek, illetve oktatástörténetnek, és a hátlapján ennek a 10.000-es bankjegynek egy arany főnix szobor látható, ami a Kyoto megyében található Byodo-i buddhista kolostornak egy nagyon híres arany főnix szobra, és ugye ez is egy nagyon híres művészeti alkotás. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna bemutatni a mai előadás során. Nagyon remélem, hogy sikerült mutatnom néhány érdekes dolgot, illetve sikerült átadnom néhány érdekes információt a japán pénztörténetről, és azon belül, vagy azon kívül is így a japán kultúráról úgy általában, illetve a történelemről, és akit esetleg még tovább érdekel a téma, úgy gondolom, hogy akár az interneten, akár angolul, ugye könyvtárokban, különböző könyvekből azért lehet ismerkedni a japán pénztörténettel,
Úgyhogy mindenkit bátorítok arra, hogy aki kedvet kapott, az nézzen jobban utána ezeknek az akár érméknek, akár bankjegyeknek, vagy akár a japán kultúrának. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget az előadásra, illetve hogy meghallgatták. Viszontlátásra!